Szevasztok, skacok, üdv mindenkinek. Igen, megtaláltam a csúszkát, igen, le volt halkítva. Sziasztok! Na! Akkor, a hír igaz. Igen, tehát tegnap óta elérhető Steamen a játékomnak az adatlapja. De még a Steam az ugye csinálja a fesztivált, szóval még a játékot még nézegetik, hogy biztos jó ez így, vagy nem jó, mert nekik jelenleg olyan dolog nem működik, ami nekünk már ezelőtt egy hónapja működött. Tehát nyilván, hiszen Steamről van szó, úgyhogy mindent szépen jól átrágnak, hogy biztosan működjön, és akkor utána mondják azt, hogy jó, itt van, tessék, minden király. Úgyhogy ezt várom jelenleg. Egy pillanat, skacok, csak kirakom a csetet, és utána bele is nézünk a játékba, méghozzá kooperatív módba. A kooperatív módban, ami náluk nem működik valamiért most jelenleg. Tehát nem is értem. Na mindegy, oké. Okay. Szóval, TechLips, szia, TechLips. Rég beszéltünk, nem? igen. Szép napot, szép estét, ciao ciao, Green Dragon, üdv néked. hogy vagytok, mi a stájsz? Fantasztikusan, itt kint, tehát Angliában takony az idő, borzasztóan rossz idő van. Hát szokásos. Anglia. Totál megér itt lenni. Igen, Palatinski István. Szia István, Hali. Walkthrough PC Games. Hello, szia. Ciao, ciao. Holnap érkezik a Stellar Blade, az egykezes játék azoknak, akinek van PS5-jük. Mi is nagyon várjuk. Király. Király. Igen, mondjuk az jó lesz az a játék. Igen, igen, igen. Stellar Blade az jó. Az jónak tűnik, ja. Mester Bantu. Ciao, ciao, üdv, szia, 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 szia. Sándor K, szevasztok, skacok, halihó, sziasztok, csak nem elkészült az Day After játékod. Lord Amon, hát szóval mondhatjuk így, jó? Tehát ugye, szóval eléggé összevisszaság van, mert hogy ugye az, amit én felraktam Steamre verziót, az nem az a verzió, amit most fogunk megnézni, és a végleges verzió, ami felkerül, úgymond végleges early access-be, tehát amikor ellancsol a játék ténylegesen, az meg nem ez a verzió lesz, amit most láttok majd. Tehát, hogy ennél... Igen, tehát folyamatosan javítok benne mindenféle dolgot, de nyilván ahogyan csak tudom, csak hát ugye... Na, úgyhogy igen. Igen, igen, igen. Early access. Igen, István Palatinski a demo. Már István Palatinski... Ja, igen, tehát maga a... Igen, 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 tehát maga a... Stellar Blade demója jön, igen, holnap. Vagy, igen, holnap. Igen, igen, igen. Nagy Gábor, szia Gábor, halé, ciao, ciao. Lordamon, te ezért te mennyit fizettél, és egyszer kell, vagy havonta, illetve hogyan adózol a vételek után? Lordamon, ezt egyszer kell kifizetni 30 000 forintot, ha fel akarsz bármilyen játékot rakni Steamre. Ha csak egy, itt tudom, egy zenét akarsz felrakni, mondjuk azt nem tudsz, de mondjuk mit, bármilyen játékot, vagy bármilyen tech demót, vagy ilyesmi, akár ingyen, akár fizetős, mindegy, 30 000 forint a regisztrációs költség, amiért te megkapod Steamen az admin felületet a játékhoz. Vagy a, igen, tehát az admin felületet. Szóval, tehát ez ennyibe kerül, ez egyszer kell kifizetni. Az adózás az meg úgy van, hogy ugye automatán van egy összeg egy játéknak, abból, amikor az mondjuk valaki megveszi, a Steam azonnal levonja belőle a saját maga részét, majd a maradékot megkapja a fejlesztő, és azt, amit én megkapok majd, abból nekem minden év január 1-ig le kell adóznom. Ennyi. Tehát mondok egy példát, mondjuk egy játék kerül 50 fontba, most mondtam egy példát, 20 000 forint, na, a magyar forintban, 20 000 forint egy játék, abból levesz a Steam magának kb. Olyan 4-5 000 forintot, nagyjából. Tehát akkor, hát jó, mondjuk annyit nem, hát de, nagyjából, ja. Kb. olyan 3-4 000 forintot easy, tehát nyugodtan számoljatok le róla. Tehát már is ilyen 16-17 000, számoljunk 16 000-rel. 16 000 forintból ugye te azt úgymond megkapod, majd adóév vége előtt ugye ezt adóba le kell írni, attól függ, hogy hány százalékos az országodban lévő adó, itt ugye Angliában 20%, tehát abból ugye lejön még 20%, tehát a 16 000 forintból, ami eleve 20 000 forintos játék lett volna, tehát a 20 000-ből először 16, 16-ból meg mondjuk lejön még 20%, mit tudom én, 13 000 forint, 12-13 000 forintot tudsz belőle megkapni. Nagyjából így néz ki az adózás. Szóval, hogy
Tök jó. Wolfru PC Game, there is something in the ice. Ismeri valaki, érdemes kipróbálni? Fogalm sincs, megmondom őszintén, hogy én nem is ismerem azt a játékot, nem is hallottam róla. Gerasz, szia Gerasz, Hali, ciao ciao. Na, szóval belenézhetünk akkor a játékba. Mondom, skacok, tehát nem ez a verzió van fenn Steamen, amivel nekik problémájuk van, ez már azóta javítottam, és ehhez képest még ami majd felkerül Steamre, az még jobban javítva lesz. Több minden, tehát még több mindenben. Lehet, hogy nem látványos egy csomó javítás, de higgyétek el, hogy sokkal több dolog lesz rajta javítva, mert már ez, mondom, ez, amit most láttak, ez nagyjából egy ilyen egy héttel ezelőtti verzió. Egy-másfél héttel ezelőtti verzió, és azóta folyamatosan dolgoztam rajta. Jó? Tehát ez egyik. A másik, ami nagyon fontos, hogy ezt érdemes megemlíteni, csak közben, bocsánat, csak itt akartam mondani, és közben írtatok. Igen, hirtelen elfelejtettem. Jó, mindegy, eszembe jut. Hány ezer forint lesz a játék? Borzasztó drága. Tehát, hogy konkrétan amúgy ti, mint közönség, illetve nézők és csatornatagok, így egybe mindenki szavazta meg, hogy 25 dollárba kerüljön a játék, és én hallgatok rátok, tehát 25 dollárba fog kerülni a játék, ami azt jelenti, hogy... ...9116 forintba fog kerülni a játék. Ezt ti szavaztátok meg, ti akartátok, hogy ennyi legyen, és jó. Tehát igen. Nagy Gábor, Live Code demóját leszettem tegnap, tetszik, szép, élesek a texturek, viszont 20-40 FPS-en van Ryzen 5600X, 32 GB RAM, RX 6600, nem gondoltam, hogy egyszer kevés lesz ez a kártya Full HD-ra. Gábor nagy, ez azért furcsa, mert Rogel Ion meg ez a stabil 30 FPS megvan, és ez egy kézi konzol. Tehát nekem az mondjuk így furcsa. Hány gigás a kártya? Mert ugye azért... Hány gigás az a kártya? Mondjuk tök mindegy, mert a Rogel Ion az 8 gigás. Tehát... Mindegy, azon is, azt mondom Gábor, hogy az egy demo. Tehát, hogy most azt próbálja megmutatni, hogy nagyjából hogy fog kinézni a játék. Rengetegen írtak RTX 3060-assal kapcsolatban, hogy a live code demóm 3060-ason, most várj, nem akarok hülyeséget mondani, vagy 3060-ason, vagy 2060-ason? Nem tudom már, valamelyiken. Az a lényeg, hogy 12 gigás volt a kártya, Full HD-ban, 80-90 FPS medium-high beállítások között. Nem, bocsánat, 70-90. Tehát a 70-90 tartomány Full HD-ba. Szóval nem tudom, az a baj, hogy ezt nagyon nehéz megmondani. Én próbálom nyilvánvalóan azt csinálni, hogy... De mondom, Rogel Ion, ami 8 gigás, az meg megint elindítom. 720p, oké, okay, 720p ez igaz, de hogy 30 FPS tartja. Tehát, hogy lehet, hogy csináld, figyelj, Gábor, próbáld meg elindítani a játékomnak a demóját, tehát a live code demóját DX11-ben. Tehát, tehát zárt részeken felugrik 100-ra is, csak amikor mentem a kocsival, akkor volt alacsony. Ja igen, ott a sivatagos szavannás részen, igen, az elején. Oké. Ott lehet, hogy akkor a felbontás a textúrának nem fér bele a videókártyád memóriájába. De akkor megint ott vagyok, hogy a Rogel Ion-nál miért fér bele? Na mindegy, nem. Próbáld meg DX11-el indítani. Tehát, hogy bemész Steamen, és rákattint az, hogy mit tudom én, custom command, tehát, hogy indítás egyedi parancsa, vagy valami ilyesmi magyarul, nem tudom, hogy van lefordítva, és akkor beírsz egy ilyen kötőjelet, és beírod mellő DX11. Ennyi, és úgy indítsd el. Próbáld meg, hátha. Úgy, hátha a DX12-ben az RX 6600 mondjuk, nem mondanám, hogy gyenge, de mondom, nem értem, furcsa. Hátha, nem tudom.
Kevgamer random, szia Mário, nekem RX, nekem 480-40-80, hogy fog futni? Hát szerintem 720p-be lóvon meg lesz szerintem a 30-40 FPS-et Kevgamer random. Martin Béres, szia, üdvözlet, ciao. Steve Harrington, hali, ciao, ciao. Üdvözlet, Mac-en hogy fut? GTA 6 vélemény? Igen, 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 ezeket már kitárgyaltuk, igen. Azért fér bele, az Alinám az kisebb felbontáson renderel. Igen, igen, igen. Jó, de hát, ja, igen, igen. Péter Tóth, sziasztok, Hali Mário, nekem volt RT... Na, igen, igen, Péter Tóth, és itt is van az ember, köszi szépen, na. Péter Tóth, igen, Hali Mário, nekem volt RTX 2060, 12 gigás, 60-70 FPS között a live demo. Full HD, ja és Ultra, bocsánat, akkor rosszul emlékeztem, tehát Ultrán volt a játék, és úgy ment 60-70 FPS-e, jó? Tehát akkor kell neki. Megpróbálok nyilvánvalóan a végleges játéknál, tehát a végleges játéknál, nem a demónál, megpróbálni beleférni 8 gigába, de skacok azért, tehát minden arra tendál, hogy értsétek meg, tehát ha jó felbontású textúrát, meg nagyon komoly geometriát akartok látni, akkor... De mondom, megteszek mindent, jó? De igen, 12 gigába Full HD Ultrán egy RTX 2060-asba belefér. Igen, igen. Na, szóval, csináljunk egy olyat, hogy egy pillanat. Igen. Én nem fogom megvenni a játékot, mert nem fog elfutni a gépemen. Oké, oké, értető. Na, akkor itt van velünk Refurb is. Csá. Hello. Hello. Na és akkor megpróbáljuk akkor, nem megpróbáljuk, hanem konkrétan indítsuk el akkor a játékot. És akkor nézzünk benne körbe. Nyilvánvalóan ilyen, hogy küldetések, meg ilyeneket nem akarok mutogatni jelenleg. Legyen azért felfedezni való benne nektek is. Tehát ne az legyen, hogy én most itt spoilerezek egy csomó dolgot. Volt kérdés a játékommal kapcsolatban, hogy mennyire lesz hosszú. Na, én a játékot, tehát azért ezt szögezzük le első körben, ez nagyon fontos, Jóskacok. A játék az úgy kezdődött, hogy én ebből nem akartam a játékot csinálni, hanem, hogy megmutassam azt, hogy a The Day Before-nál mit csináltak 5 éven keresztül több mint 100-an, hogyha én mondjuk egyedül relatív rövid idő alatt én ahhoz képest mit tudok létrehozni. Jó? Ez ennek indult. És ugye ebből volt egy bitövénye 4-5 stream, és először ugye az első 2, és akkor így mondtátok, hogy basszus, de hát miért nem csinálom meg akkor ezt mondjuk egy teljes értékű játékra. És így mondtam, hogy na jó, hát az idő, meg hát kivenné meg most igazából, tehát ez nekem borzasztóan sok idő kiesés volt, megvettem asszeteket hozzá minden, meg hát ugye ez nem kevés pénzbe került, és még az is pénzbe került, hogy felrakjam Steamre. Mire mondtátok, hogy hát de $25 ez egy nagyon jó játék, azért simán el lehet adni, mivel hogy az ilyen játékok annyiért mennek. Szóval úgy addig filóztam rajta, hogy azt mondtam, hogy jó, akkor... legyen az, amit, ahogy ti szeretnétek, megszavaztátok, ugye gyakorlatilag $25 felkerült Steamre, tehát hogy akkor annyiba fog kerülni, ami ugye az előbb számoltam ki, 9100 forint, amiből én meg fogok kapni körülbelül 6000 forintot, de akkor nagyon, akkor olyat nagy mákon van, és igen, és a lényeg az, hogy kérdeztetek utána, hogy mi ennek a játéknak a sztoria. Tehát most a sztoria az, hogy ugye, hát, mint egy kaptárnak, mint egy Resident Evilnek, nyilván nem teljesen úgy, de hogy hát ugye eljött úgymond a világvége, stb., és hát elszabadultak így a dolgok, és az egyetlen ugye város, aminek a falai sosem dőltek össze, az Jericho, és hát ezért Jericho városában vagytok, egy posztapokaliptikus világban, amilyen amolyan Last of Us legenda vagyok meg, hát amikor havazik, akkor ilyen kicsit divisionös beütésű. Vannak benne ugye szörnyek, nyilván, vannak benne, lesz, van benne, és még lesznek benne questek,
olyan questek, amik majd ismét, tehát meg lehet ismételni őket, tehát többször el tudjátok a, na, többször fel tudjátok venni majd a questet, és le tudjátok adni. Tehát valójában egy, igen, ugye maga Loopol a játék. loopol a játék, igen, tehát hogy igen, köszi, tehát hogy valójában loopolni fog a játék, hogy ez olyan véget nem érő játék, amiben ugye van és lesz is felszerelés, fegyverek, gépfegyver, shotgun, mit tudom én, mesterőzpuska, attachmentek, tehát célzókkal, minden, ez már van benne, és lesz is, nyilván. Van benne vendor, vannak benne ugye, tehát amellett, hogy rengeteg ugye zombi, meg random helyeken jelennek meg, lesznek benne lootok, tehát van benne olyan láda, ami konkrétan ugye loot láda, tehát amikor kinyitjátok, van benne csomó nyersanyag, meg minden, mert hogy tudtok benne építeni a játékban, tehát hogy ugye építkezés is van benne, tehát hogy ezt majd mindjárt meg is mutatjuk, hogyha úgy van. Szóval van benne egy csomó dolog, jó? És még lesz is. Nyilvánvalóan vannak benne hibák, ezek itt még itt vannak, ennél a verziónál, de majd a mondom a megjelenésig még szerintem még körülbelül három különbözőt fog kibildelni. Nagyon fontos, hogy most szólok a megjelenése kapcsolatban, hogy mivel húzza az időt a Steam, ezért az ötödikei, tehát az április ötödikei megjelenés, ezt nem tartható, nem miattam nem tartható, ő miattuk nem, mert még mindig nem bírálták el, hogy most ez jó, vagy nem, vagy most mi van velük. Szóval az ötödike nem, a legkorábbi időpont az április 10. Miért? Azért egész egyszerűen, mert azt írták Steamen, hogy amikor ők elfogadják a játéknak a buildjét, hogy na, akkor ez király, na, onnantól kezdve 2 hét a legkorábbi időpont, amit be lehet jelölni, illetve hát ők ugye automatán bejelölték, hogy jó, akkor az még nem fogadták el. Tehát eddig úgy néz ki, hogy 10-e a leghamarabbi időpont, aztán lehet, hogy bitter 3-4 nap múlva ezt lemódosítják 12-ére vagy 13-ára, amikor elfogadják és azt mondják, hogy király Mário mehet, akkor be lesz jelentve mind YouTube-on, mind Instagramon is, igen, Discordon, Facebookon és TikTokon is. Tehát valójában 5 helyen lesz bejelentve, hogy akkor mi az az időpont, ami 100%-osan indulni fog a játék. Jó, skocok, ez nagyon fontos, tehát önhibámon kívül, de hát most nyilván ez ilyen sajnos. Igen. Geras, 12 GB a játék? A jelenleg a játék, mindjárt mondom, egész konkrétan 10 GB, 143 MB. A The Thing That Happened. Igen. Na, skocok, akkor nézzük meg, hogy a gémet, egy pillanat, csak indítom. Igen, egy pillanat. Ja, úgyhogy azért mondom, hogy önhibámon kívül, és mondom, ez nem végleges verzió, és ami meg fog jelenni, az se végleges verzió, és még egy nagyon fontos dolog, mert ugye már egyébként, és tökre köszönöm egyébként, hogy TikTokon már több mint, nem tudom, 50? Nem akarok hülyeséget mondani. 60. Több mint 60 ezeren néztétek a videómat, úgyhogy hatalmas pacsi, köszi. Egy dolog, ugye mindenki írt, mert hogy magyarok vagyunk, hogy de hol van benne a magyar nyelv? Na, tehát mindenkinek odaírtam, mert ugye elolvasni lejjebb mondjuk egy kommentet, az még plusz 10, plusz legalább 5 másodperc, úgyhogy most is elmondom szívesen, hogy lesz benne magyar felirat a végleges játékban, mert jelenleg a legfontosabb az nem a magyar felirat a játékban, hanem az, hogy normálisan működjön, angol felirata, angol mindennel, és amikor normálisan működik, viszont nyilván soha nem lesz bugmentes, ez nagyon fontos, tehát hogy nincs olyan játék, ami bugmentes lenne, tehát nézzétek meg a Cyberpunkot, eltelt 2 év, vagy mennyi a megjelenés óta, és még mindig olyanok vannak benne, hogy hihetetlen. Ettől függetlenül a játék jó, csak mondom, tehát nyilván nem lesz bugmentes, de hogy majd amikor megjelenik a játék, akkor lesz benne magyar felirat, és tervezem, hogy ne csak magyar felirat legyen benne, hanem legyen mondjuk még benne
külön másik felirat is, tehát az angol és a magyaron kívül. Na, oké, ezt csak gondolom, elmondom. Igen, na, lássuk akkor a játékot. Yes. Ez egy kicsit hangos lesz. Le kell majd halkítom a játékot. Na. Patocska Imre, szia, szia, nyári Krisztián. Szia, Krisztián, Hali. Haladjunk már, léci. Értettem, főnök. Na, várjál. Igen. Csinálod a lobbit, vagy én csináljam? Csinálom a lobbit. Szóval... itt is vagyunk. Oké. Na, play. Kooperatív, multiplayer. Oké. Hurka. Igen, nem. De, na, nézzük. Remélem, jól fog menni. Oké. Elvileg jöhetsz. Ez az, ami nem működik a Steamen valamiért, valamiért nekik. Tehát, hogy... oké. Okay. Itt van maci sajt is, nagyon jó. Tehát akkor, és akkor nyomok egy start game-et, és akkor, ha nem fagy ki, akkor minden jó. Remélhetőleg nem fog kifagyni. István Hubert, megvévős lesz, már csak a támogatásért is. Yes! Nagyon szépen köszönöm. Király. Gamer volt, Mário, láttam a játékot, The Thing That Happened játékot, és azonnal hozzáadtam a Steam wishlisthez. Gamer volt, nagyon szépen köszönöm. Szuper. Na, remélhetőleg most jó lesz itt a történetet. Nekem betöltött, de meretten nézek magam elé, és nem tudok mozogni. Igen, akkor még rám vársz, ja. Remélhetőleg így jó lesz. Meglátjuk. Meglássuk. Neked NVM-in van, ugye, a game? Uh-huh. Jaja, nekem nem. Jaja. Mert ugye voltak problémák a kapcsolódással, emlékszem. Ugye? Kidobott a lobbiból. Téged kidobott most? Igen, menübe vagyok. Várjátok, várjátok. Igen, mert volt ezzel probléma, hogy a kapcsolódással, de hogy ott hogy volt a probléma? Tehát, hogy ott én nem tudtam rácsatlakozni, vagy te nem tudtál rám? Csinálok most én lobbit is, kipróbáljuk. Most én csatlakoztam rád, most te csatlakozzál rám. Igen, azt tudni kell, hogy ugye egy ilyen virtuális VPN-es 2500 kilométerre lévő távolságot próbálunk most itt tesztelni. Ami hát néha működik, néha nem. Kész a lobby. Kész a lobby. Jó, egy pillanat. Igen. Igen, mindjárt jók vagyunk. Kíváncsi vagyok a játékra, mert imádom a szörnyű játékokat, és tetszetősnek tűnt ez a játék. Szia, Roland! Köszi szépen! Igen! Szóval, mondom, ezzel is még javítva lesz. Meg hát ezért early access, tehát hogy ezért itt lesznek még ugye ilyenek vele, hát remélhetőleg egyre kevesebb. Na, csináljunk egy olyat, akkor hogy egy pillanat, Lacika, csak a Laci, szia, csak a Laci, ez jó, szia. Pillanat. Kooperatív multiplayer. Igen. Ja, igen. Várjatok egy pill. Igen. És hozzáadtam a kívánság listán, az párom megveszi nekem. Ez igen, király. Várjátok egy pillanat. Mennyi ideje fejlesztem? Mennyi ideje fejlesztem? 4 hónap. 4 hónap. Ja. Ja, ja. Na, ready vagyok.
Oké. Elindítottam. Na lássuk. Betöltött nekem. Itt mozgok, látom. Mennyi van már? Most mozogsz, ugye? Most Megjöttem. mozogsz, ugye? Mozog én. Igen, na, tehát ezzel van itt a gond, ezt meg is mutatom, hogy, és ezt nem tudom, hogy miért csinálja pontosan, ezt gondoltam, megmutatom nektek. Szóval most jelenleg ugye betöltött. Tehát elvileg itt, szóval itt most, tehát ez megint érdekes, hogy melyik verzió számnál, mert valamelyiknél meg működött, ugye? És alig állítgattam rajta bármit is. Szóval ugye ennek nyilvánvalóan jobban utána lesz nézve a kooperatív problémáknak, mint olyan. Mert itt most te ugye, Igen. itt most mozogsz. Lootolom a fegyvert, igen. Vagyok a teherautóba, lootolom a fegyvert. Aha, te autóba vagy, és lootolod a fegyvert. Aha. Igen. Igen. Igen, tehát azért mondom, hogy itt a... És nem teljesen értem ezeket a hibákat benne. Tehát, hogy ez mitől van. Hogy ez mi miatt lesz. Az a baj, hogy a dokumentációját is néztem ugye ennek az egésznek, magának a templétnek, amit használok. Hát eléggé semmit mondó, de cserébe legalább a templétnek a készítője az a nem tudom hány programozó meg ilyenek. Csávó, akinek van egy Discord csatornája, azok természetesen semmit nem válaszolnak arra, hogy ez, hogy mi van. Tehát nem tudsz velük konkrétan kommunikálni. Semmilyen szempontból, mert nem érnek vissza. Úgyhogy ez így eléggé gáz. Na várjatok, mert csináljuk, próbáljuk meg még egyszer. Most visszalépek a... Kilépek a menübe. Jó. Jó lesz ez, mondom, skacok, csak egész egyszerűen ez a furcsa, hogy néha csinálja a fesztivált a játék. Tehát, hogy de amikor meg belép, akkor meg tökéletes, de azt tudni kell, mondom még egyszer, ez egy ingyenes Radmin VPN, amit használunk. Tehát normál esetben Steamen, itt ugye a Steam az provide, na, ad egy olyan hozzáférést ez az egészhez, aminél ez normálisan fog működni. Tehát... Bepipáltad a lant egyébként, mikor csináltad a lobbit? Pipált be. Nem megcsinálom a pipáltam. lant. Megcsinálom a lant. Jó, de várjál, akkor most csinálj, oké, akkor te, most te indíts akkor egy megcsinálom, szervert. Ja. Megcsinálom, kipipáltam a lant a izénél, tehát az Enter IP mellett a lant is pipált ki, és ja. Akkor úgy csinálod. Jó. Derin 29, fú, Zsozsó, szia! Ciao, ciao! Van a vagyok a lobbyba, majd jöhet. Oké, egy pill. Na, elvileg jövök. Elvileg ready. Oké, na lássuk. Mert ugye múltkor működött, meg előtte is működött, meg előtte is működött. Azóta én nem nyúltam bele a networkingjébe. Szóval... Oké, na, itt is vagyunk egy pillanat. Oké. Én igen. Mozgok. Mozogsz, nagyon jó. Na, amit láthatjátok, tehát azért mondom, hogy... Tehát ez egy ingyenes VPN, ami az a hépe hóba néha működik, néha nem. Te most körbe-körbe futkározol? Igen. Akkor állj már meg, te elszédülök. Na, tehát... Működik? Várjatok egy kicsit. Nagyon hangos a... Nagyon hangos a játék. Szél László, szia Laci, Hali, ciao ciao, de várjatok egy picit, egy annyit. Igen, egy pillanat, skacok. Így, aha. Így jó lesz. Ezt is majd be kell állítani.
Nem, nem így lesz a jó. Így lesz a jó. Na, többet nem variálok. Oké, okay, elvileg jó. Ez a lépéshang borzasztó. Igen, mert még az se végleges. Na, optionsbe bemegyek, beállítom, epiken van, ugye, amit láthatjátok. 4K. Igen, és akkor állítok egy frame gent. Igen, igazából DLSS nem kell, ez mehet natív 4K-ba frame gennel. Oké. Okay. Kókusz, szia, valahogy hozzá lehet férni a játékhoz előbb, mint a megjelenés? Persze, csatorna tagság keretében már több mint 2 hónapja hozzáférhető. A játék korábbi verziójához hozzá lehet férni, igen, ki lehet próbálni. Igen, igen. Na, oké. Okay. Na, akkor, na most felszedted előlem az összes létező fegyvert? Nagyon jó fej vagy. Igen. Nagyon jó fej. Igen. Hát itt van a bótban a többi. Molnár Rihár, ezt a szart akarod eladni? Igen. Szóval ugye a Radmin VPN-en keresztül ugye a Kooperatív csinálja a fesztivált, viszont amúgy meg ugye normálisan fog működni, csak nyilvánvalóan még kell rajta dolgozni valamennyit. Várjátok, ezt a... Nem vetett fel a... Mit? Semmi, megvan közben a fegyver meg a lőszer. Igen. Ezt már nem, mert már felvettem előled a többit. Oké, okay. Nekem annyi kell, hogy igazából kéne inni. Igen, még azt, azon is állítgatni kell. Baján Gábor, lehet jobbat csinálni. Ja, persze, hozzászoktam már, tehát most... igen, és akkor... Márcok. Ugye ezt hozzá tudom adni, ezt is, meg ezt is, ugye a gyors, Még pár ilyen okos beszólás, mert hogy egy admirangot, vagy egy moderátor rangot kapjak, mert az népírtás legyen a csöpön. igen, tehát ha megnyomjátok a 4-es, mert ugye úgy van, hogy hozzáadtam a gyors cuccokhoz. Tehát, hogyha megnyomjátok a 4-es gombot, akkor bal oldalt, a képernyő bal oldalán lent, ugye ott van az, hogyha megnyomom a 4-est, akkor elkezd kajálni, és ugye akkor a csávónak ugye a, hát a gyomra megtelítődik, hiszen ugye eszik. Az 5-öst, hogyha nyomjátok, ugye most ez esetben hozzáadtam, azzal pedig iszik. Szóval úgyhogy ez igen, ez ilyen. Micsoda, LP Zoli, egész jónak tűnik, kár, hogy nincs RTX kártyám. LP Zoli, igazából nem kell hozzá RTX kártya, van benne AMD FSR is, tehát hogy azt is tudod használni. Adja az ég, hogy refurb rendet tegyen, ja. Igen. Mário, felsőled az ilyen kommenteket, szerintem ez egy baromi nagy respekt, hogy van rá türelmed, és ki állsz a játék jója, mert... Ja persze, én tudom, hát... Rendszeresen kapok ilyen kommenteket, skacok, csak ti nem tudtok róla, hogy hozzászoktam. Mi van veled? Morzézok. Morzéztél? Morzéztam. Figyelj, Imre Patocskai biztos lelet, az van, hogy... nem tudom, tehát most... Hadd adja ki magában, most neki így jobb, érted? Semmi nem fog változni. Attól még a játék itt lesz, attól még a játék eladó, és attól még a játékot nem muszáj megvenni. Tehát, hogy semmi nem fog ez esetben változni. Muri Music, szia! A játék 25 dollár, tehát 9000 forintba fog kerülni. De úgy early accessben nagyon fontos, hogy ez ki kellett ugye jelölni Steamen, hogy ez úgy kerül, annyiba, hogy ez visszük az alkoholt, az összes alkoholt visszük. Szóval úgy kerül annyiban, hogy ez amikor megjelenik, tehát amikor teljes verzió lesz belőle, akkor, tehát akkor fog talán, tehát akkor módosítok az áron, miután már
belerakottam, pakoltam egy csomó dolgot, de nem sokat, tehát hogy ilyen pár ezer forintról beszélünk majd a végleges verziónál. Most nyilvánvalóan az early az ugye olcsóbb lesz. Tehát aki early, ja, és nagyon fontos, aki early access-be megveszi, az ugye a végleges verziót is ingyen kapja. Nyilván, tehát hogy az ugye egy update-tel fog belekerülni. Tehát most mondok egy példát, most az early access az kerül 25 dollárba. A végleges verzió meg kerül mondjuk, mit tudom én, 30 dollárba, majd, amikor elkészül. Szóval értsétek így. Tehát, ja. Viszont nekem, várjál kicsit, mert nekem itt kéne kajálnom meg üdítőt szereznem. Nézzünk körbe. Mi lesz, Mário, később, ha egy egész csapattal tudsz játékot készíteni? Az király lenne amúgy. Jaj. Az király lenne. Z betűvel tudjátok váltani, hogyha FPS-be akartok játszani a játékkal. Ezt csak gondolom megmutatom. Nyilvánvalóan az FPS, mint olyan mód benne, az nem 100%-os, azon is kell majd állítani. De... Tehát meg ugye nem erre van kitalálva, tehát inkább TPS-nek van a játék kitalálva, de valaki szeretne FPS-be játszani, akkor abban is tud. Tehát ez nagyon fontos, hogy akkor úgy is tud játszani. Jó? És amit láthatjátok, igen, működik. Úgyhogy ketten játszunk, csak annyi, hogy néha vannak ilyen problémák benne. Illetve van benne skill, ugye amellett, hogy craftolni is tudsz benne, nyilván van benne skill tree is, tehát tudod csutkázni a karaktert, van benne fejlődésrendszer, úgyhogy ja, ez jónak tűnik. Most annyi, hogy várjál, te találtál benne kaját? Mert egy vizet találtam, azt felvettem, nincs kaja. Ja. Talán keresünk valami kaját valahol, mert én meg ilyen fogok dögleni. Közben kérdezték, hogy az achievement, az, hogy achievementeket lehessen osztogatni a Steam-en, azt külön kérdezni kell. Igen, le kell jelenteni a Steam fel az achievementeket, hogy mit találta a játékba, és úgy csinálja meg a Steam. Oké, én azt nem csináltam még achievementet, de na ez is például egy olyan dolog, hogy simán lehetséges, hogy fogok. Tehát, hogy gyere, kicsit erre menjünk be. Vagy... Igazából az ugye, kinek mi tetszik. Aha. Igen. Bocs, de ezt most kivételesen tudtam, hogy itt a kaja. Bármint azt nem tudtam, hogy kaja, azt tudtam, hogy ide raktam valamit. Ja. Ott a food. Food panda. Mondom, skacok, ennél már tovább járok a játékba, és ennél még több, meg még jobb lesz nyilván a végleges. Tehát úgy a végleges, hogy amihez ti majd hozzáfértek, úgymond az Early Access indulásával. Lassan annyian leszünk, hogy már lámpalázam lesz bazen. Amúgy nem tudom, mennyien vagyunk itt a chatben. 126-an. 126-an vagyunk? Nagyon szépen köszönöm, skacok, hogy ennyien itt vagytok, ez tök jó. Későbbiekben elképzelhető, hogy zombik és építkezés lesz a játékban? Roland, ne viccelj már, hát most van. Hát megmutatom. Találjunk kaját, majd aztán építkezünk. Ja, amúgy igen. Na, mutatom, hogy mik vannak benne, így játékmechanikák, és nyilvánvalóan ez lesz majd több, meg nagyobb a későbbiekben, hogyha látom, hogy tényleg megveszik annyira, hogy ezzel tényleg érdemes foglalkozni annyira. Én nagyon szeretném egyébként. Hoppá. Ja, van benne friendly fire, szóval ha véletlenül fejbe tudlak lőni benne, erre fur, úgyhogy igen. Illetve szóltatok, előzetes infók, látjátok, hogy a kard most már nem klippel át a karakterem. Azon is állítottam, úgyhogy köszi szépen, látjátok, hallgatok rátok. Ezek nem tudom, hogy miért maradtak így itt. Ezek így most kajak nem vágom, hogy miért bugolt így be. Micsoda? Neked itt nincs senki? Itt nem áll kettő? Itt? Itt nem áll senki? Nem. Oké. De azon vannak benne még hülyeségek, igen. Most... Jó, mindenki előtt tiszta legyen, ugye én Magyarországon élek már jó, meg a Holdon Angliában.
és mi most egy ilyen mindenki által freeként letölthető VPN bohóckodással létesítünk egymás között kapcsolatot, hogy Ja. tudjuk játszani a kópjátékot. Az, hogy szórakozik, meg nem mindig működik, az nagyon egyszerűen is könnyen lehet a VPN-nek a hibája is, mivel ez egy ingyenes VPN, direkt ingyenes VPN-mel teszteljük, nem valami fizetős ultra meg a brutállal, mivel az emberek úgyis az ingyenes dolgokat szeretik. Ja. Ezt úgy kell nézni, jó emberek? Tehát a játék már előrébb jár, teszteljük már jóval minden héten, beleinvestáljuk az időnket. Ja. Örülünk Aztán neki ezeres kacok, hogy igen. minél jobb élményt tudjunk majd átadni, vagy jobb élményt tudjunk átadni, igen. Bocs, hogy csak most csatlakoztam, mert nem láttam az előzményeket. Van Friendly Fire? Van új Van. nézőpont. Igen. Van benne Friendly Fire, igen. És akkor itt lesz egy olyan sarkalatos pont, amit szerintem még a nézők egyáltalán nem láttak. Ez Mármint. azóta került bele a játékba, hát a metró. Ja, metró. Ja, igen, a metró az igen egy ideje készül. Mármint nem Pesten, hanem a játékomban, de a Pesten is. Igen, vannak bele Mindenhol így. dinamikus objektek, szóval, amiben így, ha neki megy a másik, akkor igen, azt fel lehet lökni. Ja. Viszont mondom, nekem kaját kéne benne kukáznom valahol. Az előbb voltunk a boltban, Morán. Mit csináltál ott? Hát én fölvettem párat, de... Még ezen állítani kell, igen. Igen, tehát még azon is állítani kell nyilván, hogy a karakter, amikor eszel, akkor ugye az normálisan feltöltse az életét. Szóval még vannak ilyen finom hangolások, na, mondjuk így. Tehát amikor ezek megvannak, és normálisan Steam-en, a Steam által provided, na, hogy mondják, tehát nyújtott multiplayer LAN kapcsolatot, amit ők nyújtanak, az nyilván sokkal jobb minden szempontból, mint ez az ingyenes. Szóval, ja. Ezért Early Access a játék, Mert nem hát ezért pedig Early Access a játék, igen, tehát hogy 1.0, hagyjad neki. Itt volt egy darab kaja. Azt felvettem, hogy te ilyen haj. köszönöm. De elvileg amúgy egyébként, hogyha egyik ön meghal, akkor előről kezdés, akkor vissza lehet futni a másikhoz. Tehát olyan nagy problémák nem történnek. Ja, Illetve igen, ez meg a másik, ja. 10 perc múlva respawnolnak a boltok polcain a cuccok, és akkor fel lehet szedegetni őket megint. Ghost 43, gondolkoztál rajta már, hogy beruházok egy City Builder, ezt a gémet lehetne vele nagyobbítani, hogy mapra gondolok. Igen, gondolkodtam rajta, csak most jelenleg ugye, hát ezt kevesen tudják, de most mindegy, elmondom. Tehát én amellett, hogy két munkahelyem van, jelenleg költözés közben is vagyok, hála Istennek, tehát így minden összejött, szóval én igen, tehát hogy most jelenleg mindenre is költenem kell, most jelenleg a City Build-et azt még most nem veszem meg, de nyilván meg fogom venni, mert azzal nem csak ezt a játékot, hanem majd a fő játékomat is, majd oda menjünk be, oda, oda. Azt hozzátenném, hogy a City Builder az egy nagyon jó dolog, viszont azt a City-t azt meg is kell tölteni élettel. Tehát az nem úgy Ja, meg működik, ugye hogy most NPC, hát ja. tehát az egy hosszadalmasabb Hoppá. program. Itt ez a játék, ez a néző Hoppá, kedvéért bocs. készült, még annó a Day Before-nál, mikor az megjelent, hogy mit lehet kihozni egy emberként, Igen, ez meg ilyen konkrétan, apróságok. ez konkrétan, Aztán igen. ez csak egy ilyen nézői fan remake, maradjunk így ennyire. És akkor ez lett belőle. Amúgy nem rossz dolog a City Builder, majd eljátszadozunk azzal is, Ja, csak lesz előbb belőle arról is bemutató, nyilván, persze. Mario másszon át másik, ahova költözik oda. Másik kontinensre megyek. De úgy tényleg, amúgy. Hát, már ha a briteket egy kontinensnek veszünk. Igen, mondjuk, Bolondokon. ha úgy, hát ja. Úgyhogy igen, van sok minden tervben, nem csak ez az egy játék, meg nem csak a másik játék, ami van, ugye, a Life, nem csak az van a tarsolyban, van egyéb készülő projekt is, csak a puskaport azt Ja. nem lőjük el, mert tehát ez nem így működik. A háttérmunkátok azok folyamatosak, attól függetlenül, hogy itt mennek a streamek, meg a videók.
Ja persze, tehát most azért, mert most én el vagyok tűnve mondjuk egy-két napra, az nem azt jelenti, hogy én így nem csinálok semmit, hanem folyamatosan mennek az ötletek, a dolgok ugye a háttérben, hogy ez egy minél több tartalmat, jobb tartalmat tudjuk gyártani, javítsam a játékomat, hogy fejlesszem, stb. Szóval igen, tehát Ezek mennek, tehát igen. Martin, és a Koz 43 beruház a day before egy fos. Hát lehetett volna jó, ugye? Abba az a probléma, hogy lehetett volna egy tök jó játék. Ugye ez elég nagy probléma ebből a szempontból. Ide is látjátok, hogy most például így leemelem, így, vagy felemelem így ugye a kamerát, akkor ugye átklippel, tehát mit fogok ide rakni, egy blocking, kamera blocking volume-ot, amit ugye egyelőre még nem raktam ide, szóval hogy azért mondom, hogy itt még egy csomó dolog még változni fog. A kolléga nem, tehát én nem játékfejlesztő vagyok, én programozó vagyok. Ő programozó. Csóró. Igen. Én nem játékfejlesztő vagyok, én programozó vagyok, de mint programozó, meg mint informatikában érdekelt ember, engem is érdekelnek az igen, fussá rám. Tehát engem is érdekelnek a játékok, azon belül, ó, gránátvető. Na ezt meghagyom neked, Mário, gyere, vedd fel a gránátvetőt. Mert ha Nem, én elkezdek tiéd lett. gránátvetőzni. Annyi, hogy amit szeretek mondani, hogy valaki kérdezte feljebb, nem tudom pontosan ki, és elnézést kérek, hogy itt mindig esik-e az eső? Nem. Nem. Tehát, mint látható, most is, tehát, hogy elállt az eső a játékba. Mert Váltakozó mindjárt hó fogja. időjárás van, és váltakozó napszak is van a játékba. Tehát ez nagyon fontos, hogy igen, tehát, hogy mindegyik váltakozik. Mert Tehát le, mindjárt van a hó benne fogja. köd, van benne olyan, amikor így, tehát hogy elállt az eső, meg van benne olyan, hogy mit tudom én, utána, igen, tehát köd van, utána esik a hó, aztán vihar, aztán megint kitisztul az ég, tehát igen, ez változik benne folyamatosan. Viszont nem tudom, mennyire nehéz, de egy karóra sokat dobna rajta, ami mutatja a real time-ot, vagy bármi mást. Mármint arra gondolsz, hogy tehát a valós időt a játékon belül? Igen, arra gondol szerintem, mint amit tudod, sok játékban van, hogy mint például a metróban is van, hogy a karóra az a gépet, tehát a számítógépnek az idejét mutatja. Aha. Ja, értem. Oké. Van Tibor rá kérdezte. plugin. Aha, én kérdeztem. Oksi. De Van igen, rá meg hát plugin ilyenek. Tehát, hogy ez egyébként. itt... Unreal Engine-ben van rá plugin amúgy, tehát egy blueprint az egész. Ez is. Hova lettél már jó? Hol vagy? Itt Itt vagy vagyok még benne a... Itt helikopternél? vagyok bent. Hol az Ez izé? az, amire gondolok? Ja, de nincs nálam izé. Backpack, meg... Aha, nem vettünk fel. Na, mindegy, jó. Itt most a legnagyobb probléma igazából első körben az az, hogy nincsen ételem, se ital. Étel kell. Ital van, étel kell. Szóval igen, tehát Együtt én szoktunk programozó játszani, vagyok. dolgozni a játékon? Nem. Nem dolgozunk együtt, bugfixelünk együtt, olyas formán, hogy kipróbáljuk a játékot, én elmondom Máriónak, hogy mi a hiba, ő meg nekiáll és kiavítja. Tehát ez teljes mértékben az ő szellemi öröksége, nem az enyém. Igen, tehát vannak benne hibák, meg ugye mondom, skacok, ez most kettőnk között 2500 km a távolság, és egy ingyenes VPN-nel csináljuk az egészet. Tehát csodák nincsenek, itt azért van lag, meg minden. Tehát, ja. Inkább nem laggolsz amúgy. Majd, ha lehet, a jövőben Mario még egy 5 euró zokni skin DLC-t majd rak bele. Mindenképpen. Ígérem, úgy lesz. Nálam laggol, durván. Ja. Hát de nálad azért laggó, mert nincs M.2-n helyed, és mindig csöves HDD-re raktad. Hát ja. Én viszont lehet, hogy meg fogok itt most halni, murderolni. Aha, hát. Az jó, az a ládadat követ nem tudjuk megenni. Gyere, tovább, Nem, de tudunk haladjunk, belőle így él. építkezni. Látjátok, most kacok, nézzétek? Elkezdett szállingozni a hó. Dénes Balázs, a lépés hang, fatalpú cipő. Igen, azért mondom, hogy ez se végleges. Tehát nyilván ez se végleges. Ez a lépés hang, amit hallotok, ez az alap Unreal Engine Abubabának a lépés hangja.
Nyilvánvalóan, mert le lesz cserélve. Persze, azért De is, ahol tehát ezért mondtam ezt többször, tehát testük, az jó. hogy ez még ugye változni fog. Csöves HDD. SSD-n vagyok amúgy, de ja, igen. Nem, tehát Nézzétek. ezzel arra akartam utalni egyébként, hogy tehát ennek a játéknak, meg úgy nagyjából az Unreal Engine 5-ös játékoknak nem elvárt, hanem kell szempont 2-es SSD, vagy a HDD. Mit csinálsz itt, Itt Marian? mutatom az embereknek, hogy elkezd esni a hó, hogy megragad ugye magán a... Ja, igen. Igen, tehát ez kell ahhoz, hogy normálisan működjön, mert nálam nem laggol, én meg nála igen. Ja. Nyilván RDP. az adattovábbításban vannak gondok. Igen. Nem lesz cica, biztos, hogy nem lesz cica. Ha lesz is cica, akkor le lehet majd lőni. Biztos, hogy nem lesz cica ebben a játékban. Ez nem olyan játék, hogy simogatjuk a macskát. Na várjatok, közben itt mutatom, szóval hogyha akartok csinálni mondjuk egy wooden vault, Hóember. mondjuk így, yes, nem, ide akarom, mondom ide akarom, jó napot kívánok, hello, várjál, igen, nyájuk vagyunk, igen, így, akkor majd, szóval lehet benne építgetni. Meghaltam. Igen. Na, itt maradtam egyedül. Nem, itt vagyok. Jövök. Tudom. Ilyenkor nyilvánvalóan, ha mondjuk egy bizonyos izén belül meghaltok, egy sessionön belül bármelyikötök, a startponttól kezdtek, de ugyanúgy nálatok marad minden. Szóval ugyanúgy, amit itt fölvettem, az már ott van nálam. Tehát az Akkor nem veszik el. nem dobott ki, vissza tudsz jönni? Hát én itt vagyok a Starkonnál. Most annyi, hogy veszek föl magammal kaját, meg ilyenek, aztán nem ezt akartam. Elvileg igen. Ha itt vannak a... Mondom, skacok, itt ez Nanite Lumen fényhatás, tehát hogy látszik is ugye az árnyékokon, meg a fényeken, nézzétek meg. Nézzétek a fényelést, meg minden. Szóval... Fényelés közben fogtok éhen halni. Igen. Nem szuper. Fantasztikus. annyi, hogy kéne... Ezt kidobom. Ez nem kell. Alkohol. Ez se kell. E se kell. Igen. És kaját veszek föl. Bocsánat, így. Ugye én is meghalok már, várjál ott meg. Ne szívjál fel minden kaján. Hát jókor szólsz. Már mindegy akkor. Ja. Van itt egy bolt, hát el tudok oda menni a hóvihar közepette. Egris úrmó, szia, bocs már, hogy megkérdezem tőled, de ha hallottál, hogy a Bethesda készíti a Fallout 5 játékot, amit értettem 2025 végére várható? Szerintem amúgy nem. Zombik vannak-e már a játékban? Vannak. Ghost, vannak. Vannak. Rambus Tibi, Mario a Project Titanről mit lehet tudni? 20 perc múlva lesz élő Q&A az Unreal Engine YouTube csatornáján. Oké. Okay. Nem tudom a Project Titanről. Na itt van, skacok. Adaknál találtam, de egy nyomorult foodot, azt nem. Ja, majd azt... Ez vicc. Itt fog meghalni az aknák köz. Most gondolj bele, aknával léptem, sáros, mit csinálják, sáros lett az új cipőm. Lesz benne még kaja, meg minden, meg másképpen, meg tényleg úgy lesz megcsinálva az egész játék, hogy normálisan lehessen benne, elég legyen a kaja, és a csávó is elég sokáig bírja, miközben respawnolódik majd az étel, tehát hogy direkt úgy Mi lesz, ilyen úgy lesz extra megcsinálva. hardcore-ba toljuk. Igen.
Szücsi. Nem semmi az, hogy mit pakoltál össze ennyi idő alatt. Köszi szépen. Hát jó, de volt vele meló. Tehát, hogy azért ez... Én amikor... Tehát volt olyan, hogy felkeltem, és gyakorlatilag egész nap csináltam. Hajnali 2-3-4-ig. Találtam kaját, úristen. Innom kéne water-t, já. Várj, csinálj, hogy jöhet össze, ez usable. Usable, igen. És akkor így most ugye ott balódon lenne a sarokban látszik azt, hogy ezt be, ma beállítottam, ugye a 4-essel kajálok, az 5-össel pedig a gyors ivás, úgymond. És akkor így lehet inni, ja. Szóval ilyen a játék. Nyilvánvalóan mondom, skacok, ezt ugye TikTokon is elmondtam. Ezt egyedül készítem. Tehát nem kell egy tényleg AAA, rohadt nagy, mit tudom én, tényleg nagy kiadó költségvetésével számolt játékra számítani. De ja, tehát hogy... De amit lehet, azért azt összehozunk, vagy összehoztam benne. És hát mondom, folyamatosan megy a tesztelés, hogy minél jobban menjen a játék. Te most merre vagy amúgy, Refurb? Ők egy boltba találtam kaját, magamba töltöttem vagy 12-t, még 1 millimétert már felment. De... Oké, okay. Főúton vagyok. Főúton vagy. Ja, ott vagy, ha látom. És mondom, skacok, ezt majd 4-en lehet játszani. Tehát 4-en lehet majd kooperatívba játszani, ez a terv, illetve ezt szeretném majd így megcsinálni. Egy annyit várjátok egy kicsit, hogy följebb nyomom itt a gammát, hogy jobban lehessen látni. Így, aha. Így jobban látni, nem? Skacok. Már most replay ez a játék, csak sokkal jobb. Ja, azért nem, de azért mondom, hogy nyilván, amit lehet, megteszek. Nem a Fallout 76-ra értettem, Martin... Ja, oké, okay, közben itt... Meg fogok halni. Várjál. Mennyi életed van még? Hát, satszolni kell egy ilyen fél milliméter. Itt van, dobtam ki kaját. Hol? Nem dobtam ki, várjál. Most dobtam ki. Ja, felvetted? Felvetted? El. Be is nyomtam mindet. Oké, de az a lényeg, hogy ugye lehet, hogy nem érzékeli jól, azt is majd állítanom kell. Tehát úgy kell beállítani ezt a kajálást benne, hogy tehát ne folyamatosan ugye jobb egérgomb use, hanem rányomsz egyet, jobb egérgomb use, és akkor 3 másodperc alatt ugye tölt, utána megint rányom, akkor megint tölt, tehát hogy így, és akkor úgy elkezdi feltöltögetni, hogy valahogy úgy, ja. Szóval, a víz ne... már jó, a kaja meg, hát az megint lecsökkent 1 milliméterre, mindegy, mert ha meghalok, visszafutok ide, ja. Menjünk le a metroszba. Err Assault 23, aki nézi, lájkoljon, és csak egy gombnyomás értékes tartalomról van szó, nagyon szépen köszönöm, hát igyekszünk, amennyire lehet. Most te lementél itt? Igen. Nem vagy a lent? Aha. Igen. Elmentél a... Már lövöm őket. Ja, jól megy neki. Egy meghalt. És vannak itt ezek a zombik, mindenki őket hiányolta, hát ők együtt és temetésben vannak amúgy. Ja igen, tehát azt tudni kell, hogy ezek a zombik, ezek olyan szinten erősek, hogy ilyen, tehát egyet rád nyomnak, egyet rád ütnek, viszlát. Hát jó, nem, amúgy kettőt, de hogy szóval eléggé elmebetegek. Tehát eléggé agresszívra van állítva a behavior tree-jük. Hárman elmentek, mert nem lesz sisza. Ennyi.
Jól néz ki a game, gratulál Geri Vori, köszi szépen! Reméljük, hogy Neki jó, ja, reméljük, hogy üzenjük, hogy sisza nincs, kutya lesz. Ha. Na. igen. Mert most, várj, most nem Amúgy teljesen értem, viccelek. hogy mi volt ez a kutyás történet. Mert beírták, hogy legyen benne simogatható macska, én megmondtam, hogy kizár. Ja. Az nem ez a játék. És az a vihar beteg lett. Ja, amúgy jó, amúgy jó. Igen. Van ennél nagyobb is. Hát mondom, FPS nézőben meg ilyen a játék, tehát így lehet. Ilyen a lövés, és ilyen, amikor pisztolyjal vagytok benne. Ilyen a célzás. Tehát lehet használni FPS módba, nem arra van kitalálva a játék. Ez csak egy ilyen plusz, hogy sokan, hát sokan, jó páran írtatok azzal kapcsolatban, hogy te ugye lesz benne FPS mód, lesz. Most igazából miért ne? Ja. Egy igazán jó pornójátékot várok már, de sehol. Na, most mondd meg. Na, vannak jók egyébként, nem? Sex Villa, meg ilyenek fönn Steamen. Természetesen a barátjától hallotta csak. Mármint ki? Te. Ja, persze. Én... Na. Nyilván. Igen. Já, itt egy bolt. A boltban van food. Oké, ne vedd ugye? föl mindet, azért az nekem is hagyjál, please, mert korog a pocim. Hát, amúgy egy sincsen, tehát... Nincs mit felvenni. Ja. Víz van. Víz van. Igen, hát akkor még a kaját... A kaját azt itt vetted föl az előbb, nem? Igen. Igaz, nem tehetett 10 perc, igen, ja, úgyhogy igen, úgyhogy az valószínűleg így azért. jártunk. Hát. Nem, azon kell állítani, hogy egyrészt a kaján, tehát ne legyen annyira éhes az ember, meg lehet, hogy akkor, tehát ha ne legyen annyira éles a éles, tehát éhes a karakter, és mellette, ami még fontos, hogy maga a várj egy pillanat. Ez most itt nagyon érdekes, ez itt miért lett ilyen lehető? Nem tudom miért jelzi pirosan, mert vannak benne ilyen hibák. Igen, na most jó. Igen, ezt ütöttem szét el, és tűnik, igen. Csinálunk ide egy olyat, hogy... Háztetőkkel! Wooden floor. Igen. Hát ezt nem tudom, hogyan hoztam össze. Ennyire leraktam a frizéra? Ja, nem raktam izét, basszus. Ja, azt lehet a kutyaolnak. Kutyaolnak használjuk. Igen, ezt most csináltunk egy kutyaolt. Fáradj be a kutyaholba. Na, mindjárt eltűnik, ez jó lesz. Szia Lajos. De legalább meleg van. Ja nem. Ez nem az. Igen, tehát a fények, amit láttok, azért mondom, hogy azért ilyen a fény, amilyen, mert itt is, tehát mondom, ez itt az egész játék full lumen. Treasures of Nadia, elvileg jó haverom nyomta. Ő, tényleg ő, igen. Ezek itt szoktak működni. Kéne egy fa. Wooden ladder, várjál. Sajnos én elbúcsúztam, mindjárt jövök. Ja, meghaltál? Hát igen. Ja, hát előfordul. Legjobbakkal is. Legalább veszek belőszer. Ja, mi? Na. Hát igen, itt azért... Ja, ezen még állítani kell akkor, ja. Így a... Legjobb időt választottuk ki arra egyébként, hogy építgessünk házikót.
Ja, abszolút. Kicsit fúj a szél. Alexa, szia, cső! Üdv néked! Hello. Na. Nem mondod, hogy felvetted az összes kaját és nincs a bódba. Hát nem volt ott kaja. Ja, már van. Már van. Megtaláltam. Ez probléma. Látok. Hol vész a szemét? Hopp. Menj innen. Azt ki akar nézni. Hát, pont ezt akartam mondani, mert eléggé lement az életem. Oké. Okay. Ez nem jó. Felvetted az összes kaját? Mi meghaltál? Hát az szomorú, mert nincs ennivaló. Hol vagy te? Vagy az a... Hol vagy te? Vagy az a kezdőn. Nem, a kezdőn vagyok bent a... Éppen vagy, aha. Midrex, szia Midrex, Hali, ciao ciao. Sajnos neked nem maradt mit ennivaló. Hát az király. Ez mindjárt ilyen döglök, nem érted? Most élettél fel, hogy döglesszél mindjárt? Mert nem a az éjségben haltam meg, hanem a üzétől. Hanem a... az életem ment le. Ja, te ilyen harcban edzett vagy, értem. Hát. Itt a bút ott lesz. Vagy nem? Megnézzük, remélhetőleg. Micsoda, Marti, Ekris úrma írja, Marti Méres, utána néztem, amit mondja, hogy egy amerikai youtuber, akit követek. Nem mondom, hogy nevet, Kalifornia, Texasban él, játékban 2025 elején lesz várható. Oké. Okay. A játéka. Ez király. Hát, keressünk másik boltot. Hát, ja, ha lenne még rá idő átfutni. Várj, menjünk a kereskedőhöz? Most nem tudom, mert ugye annál is hát, ha van valami kaja. Gyeng, nézzük. Sziasztok. Várjál, te most itt vagy valahol? Jó, mindegy, én használom most a kereskedőt, jó? Jó. Shoppingolni szeretnék, kereskedő úr. Mindenképpen kell egy pocket. Egy ilyen pocket. Aha. És nincsen. Nincs nála faja. Az király. Jó. Az... az baj. Az probléma. Oké. Okay. Oké, okay, hát még el tudunk futni. Egyébként oda, ahol talán lehet a kereskedőnél kaja. Vagy nem kereskedőnél, hanem ahol lehet kaja. Mert hol, mondom, ezzel még állítani kell. Tehát csak azok, amit láthatjátok, tehát hogy ezért kell ugye teszteni minél többet egy játékot, mert látszik most például az, hogy ugye én hiába lőttem be nagyjából jól azt, hogy a csávó mennyire legyen éhes, meg milyen időközönként. Egész egyszerűen a kaja, amit használok, az nem tölti vissza annyira az életét a karakternek. Plusz, ami még rosszabb, mert hogy van ennél rosszabb, ugye nem termelődik vissza olyan gyorsan. Mert ugye itt a cuccok itt visszatermelődnek ugye a játékba. Tehát egy idő után. Ez fontos. Hol vagy? Hoppá, várjál. Itt ők az NPC-k előtt. Én itt végigjöttem a... Itt végigjöttem a sugárúton végig egyenesen. Az erdőig? Nem az erdőig, hanem végig a... Végig. Ahol építettük azt a szar, tudod, az út közepén. Jó, látom, jó. Na, látok, ott is a kaja. Tehát, ezt be kell állítanom ezt a kajátnak a respawnját, akkor rövidebbre. Tehát, hogy kevesebb időre, oké. Okay. Oké. Okay. Igen.
Micsoda Egri Surmó, igen. Csak közben olvasom a csetet. Van olyan kocsi a játékban, hogy lehet beszállni és menni vele? Na, az is lesz az 1.0-ás verzióban, kacok. Tehát lesz benne jármű, igen, amit lehet Az megvenni. DLC lesz 5 euró. Még nem tudom, hogy DLC lesz, de tehát nem, szerintem benne lesz a játékban. Tehát én legalábbis úgy tervezem. Nyilván vicceltem. Igen. Nem mindenki vagy érti nem. A poénodat, úgyhogy... Vagy nem. Vagy mégse. Ki tudja. Ja. Kocsira a játék közül az egyik, amelyik nagyon tetszett, igaz a kedvencem, csak a Stalker Shadow of the Chernobyl volt. Igen, az egy jó játék volt. Igen. Az egy jó game volt régen. Hát, jó game, igen, tehát maradjunk... Hát... Ja. Mondhatjuk, hogy jó game volt igazából. Az a baj, hogy ugye ott megint a... Inkább... Azért volt jó az a játék, Mario, mert nem volt abban a korban más ugyanolyan pont hasonló. Pont ezt akartam mondani, hogy igen, nem igazán volt másik olyan game. Csak az. Gyere föl, testvér a létrán. Melyik gomb? Hát az F. Nincs interakció. Várjál, ja, mert akkor én most rajta vagyok, oké. Okay. Na várjál kicsit, mennyire leszek a létrára, hogy fönt, és akkor utána lesz interaction, ja. Na most próbáld meg. Na, zsír. És már jó. Igen, az egy jó. Egyébként a Stalkernek az a motorja, az egy hulladék, mai napi. Hát igen, szóval az eléggé hurkatöltő az engine, igen. Sajnos. De akkor az jó volt. Tehát akkor az hát most az, hogy jó volt, igazából megint csak az, hogy megszépíti szerintem a dolgokat így a cseppet. Az idő. Igen. Na, csináljunk egy olyat, hogy Foundation. Na várjál, hát ez nagyon érdekes. Nagyon érdekes. Szerintem ide nem fogunk tudni építkezni, ezt a földre kell, nem a háztetőre. Várj egy kicsit. Nem-e? Ezt figyeld. Nem, tényleg nem lehet. Mi van veled? Figyelem, Mário. Mit kell? Várjál, ide jövök mellé, hogy innen figyeljem. Foundation-t nem lehet rakni. De wooden floor-t lehet. Tehát... Lehet, meg kell neki ágyazni. Azt mondod? Aha. Hát ezt szépen leraktam ide, nem? Gratulálok. Mérnök, építész mérnök. Szépen leraktam ide. Tehetséges vagyok. Igen, na, kérlek tűnj el. És akkor utána rakunk ide wooden floor-t. Igen. Menj onnan léci, mert próbálom lerakni ezt a szart. Várjál. Igen. Oké, okay, és kell nekem egy olyan, hogy amit még itt át kell raknom. Igen. Csinálunk ablakot. Nagyon szép házat csinálunk, testvér. Testvér? Nem kész egy hamburger? Hát, még nem, még bírja kajával.
Na, mi van veled? Hát ez meg van őrülve. Hello? Jó napot? Így? Igen, háznak a tetejére házat építeni nem a legjobb, mert rosszul érzékeli a izét. Király. Ez probléma. Igen, kifogytunk a fából. Kifogytam a fából. Nálad van fa? Jó, persze. Oké, nálam se. Hát figyelj, ide rakok egy ajtót azért. Biztos, hogy biztos. Mondjuk. Tehát bárhol be tudsz jönni, de egy ajtót azért raktam ide. Nem laggolunk nagyon, jó van, örülök neki. Gyakorlatilag annyira lagom, mint a Rainbow Six Siege beszokott. Miután leugrottál, nyomd meg az F-et. Yee, motherfucker! Ott az ejtőernyő, megőrültök. Nagyon kemény. Igen. Na. Oké. Okay. Legyen ennyi elég, nem? Így a játéknak a bemutatásából. Kettcsinálónak ez így kettcsinálónak szerintem ez így jó, aztán majd meglátjátok, csak azt mondom, hogy dolgozzunk. Már itt egy csomó dolog javítva van egyébként ehhez képest, és még lesz is. Úgyhogy maradjunk annyiban, hogy ez így fog kinézni a játék, és így fog, tehát ilyen lesz. Grafikailag lesznek benne ugye, lesz benne küldetés, amiket majd random megint fel lehet venni. Ugye itt állítgatva lesz minden, de már most mondom, állítgatva van egy csomó dolog, mert már most az életerő az már nem ilyen a jelenlegi verzióban, szóval ja. Szóval mit szóltok, skacok? Mi a véleményetek? Már azon felül, hogy tudom, hogy van, akinek ez annyira nem, vagy hogy nem tudom, tehát hogy nem tudom, kíváncsiak a véleményetekre. Jelentkezzen, aki befizet rá. Ja nem, csak az, hogy tényleg, tehát hogy mit gondol ezzel a játéka kapcsolatban, hogy ez így mennyire jó ahhoz képest, hogy mondjuk egy ember készíti. Tehát, illetve az, hogy ez így mennyire tetszik nektek, azért ez fontos tudni. Illetve hát ugye ne felejtsétek el, hogy ezt egy ember csinálja. Munka mellett. Ja, munka mellett, meg minden, ja. Úgyhogy ez így ennyit tud jelenleg, meg még hát amit ti nem jobb látni. Lesz, ugye nyilvánvalóan azért mondom, hogy akik ezt úgymond megveszik, azok fogják támogatni azt, hogy ez minél jobb legyen ez a játék, nyilván. Tehát most mesék nincsenek, ezt fejleszteni kell, ahhoz pénz kell, nekem meg ahhoz idő. Na most, igen. Tehát, hogy ez sajnos így működik, de szerintem ez egy tök jó játék lesz. Nyilvánvalóan rengeteg ötletem van már, hogy hogyan fog kinézni a game, tehát lehet, hogy ugye maga a játék, tehát ez nem, ez, amit láttatok, skacok, ez tényleg ez ilyen, egy olyan verziót képzeljetek el, tehát most jelenleg ez, hogy ez egy frame. Tehát amit láttok, ebben lesz majd autóvezetés, négyen lehet majd kooperatívba játszani, normálisan fog futni a ugye a játék kooperatívban, nem lesznek akadások, legalábbis ugye nagyon remélem, hogy a Steam, ha tudja ezt az egészet majd megadni ezt a lehetőséget, ugye Steamen keresztül normálisabban fog futni a játék sokkal, tehát jobb lesz, ugye stabilabb lesz az egész. Úgyhogy tehát nagyobb lesz a pálya, több dolog be lesz benne, több quest lesz benne, több fegyver lesz benne, több ruha lesz benne, lesznek benne skinek, ha úgy van, nem csak ember, hanem pisztoly, gépfegyver, shotgun skinek, mindenfajta dolog. Tehát, hogy ez, amit most láttatok, ez megint hasonló kicsit, mint a live kódom
tehát a live code játékomnak a demója. Tehát, hogy ott láttok valamit, az nem annyi lesz a játék, hanem azt azért mutatom meg, hogy nagyjából így kell elképzelni a játékot. Tehát mindent, amit láttok benne, az enemiket, több lesz belőle, több fajta lesz belőle. A fegyvert, amit láttok benne, több lesz belőle, több fajta lesz belőle. Lesznek benne, mit tudom én, attachmentek a fegyverekhez? Igen, de ebbe csak egy van, igen. Több lesz benne, több fajta lesz belőle. Jármű irányítás a játékomba. Több lesz benne, több fajta lesz belőle. Open world része játékomban. Több lesz benne, nagyobb, jobb lesz. Tehát ezt mondom, minden, amit láttok a játékomban, ugye például a live code-ba, az a demóban, az ugyanaz, csak több és jobb lesz a végleges verzióba. Itt is ugyanezt, tehát itt, amit most láttok, ezzel a grafikával, ezzel a váltakozó időjárással, meg napszakkal, ez a játék ennél több lesz, meg jobb lesz majd az idő folyamán. Tehát ez ennyi. Tehát, ja. Geri Vori, teljes elismerésem, hogy munka mellett fejlesztek, tudom, mennyi időt emész fel, csak itt tovább. Köszi szépen. Igen, hát, igen, tehát nem mutatkozom. Ja. Gondolkoztál már, hogy Epicre is felrakod a majd a játékot? Ezt kérdeztem. Ja, pont most olvastam. Nem raktam még föl Epic Games-re játékot eddig, úgyhogy nem tudom még, hogy felrakjam-e. Lehet, hogy felrakom a játékot, nem tudom. Fogalmam sincs. Tehát fogalmam sincs. Mert az a baj, hogy ez is megint egy kicsit furcsa nekem. Tehát mindenki szidja az Epic Games-et, hogy ilyen, így szar, meg úgy szar, meg amúgy szar. De csomó men kérdezik, hogy és mikor lesz azon fönn a játékom. Tehát ha nem jó az Epic Games. Valami oknál fogva egyébként arra, hogy rányomok és letöltök egy játékot és működik, mert hogy ennyire használom, még hogy letöröljem a játékot, de még arra se. Tehát, hogy arra meg jó. Tehát itt meg csomóan kérdezik, hogy és Epic Games-en lesz-e. De hát... Egyébként ez a Epic-et szidni, ez ilyen gimmick dolog, tudod már jó. Tehát nem kell ezzel foglalkozni, mert az is használja, aki szidja, tudod, mert mennyi játékot ad minden hét csütörtökön. Tehát ez olyan dolog, hogy mondják, hogy fű meg hó, csak szeretném megkérdezni az emberektől, hogy miben több a Steam. Abban, hogy régebb óta a piacon van. Lehet, kész, pont. Ezen kívül az Epic-en vásárolsz egy játékot, kapsz redeem kódot. Tehát kapsz kedvezményt. Biztos, igen. Hogy fogsz kupont kapni. Minden héten kapsz játékot. Most nem azt kell nézni, milyen játékot, mert a legtöbb, tehát azért a 90% az ilyen kis Metro Diva, kis hulladékjátékok meg ilyenek, de adják, érted? A Steamen egy évben talán egyszer vagy kétszer vagy ilyen kitüntetett alkalom, akkor kapsz bármit is, és az se top AAA játék, hanem valami. Ja. A sokból. Ezen kívül a Steam kihasználja azt, hogy tehát ő volt az első, és elég sok a fíje neki, ezt mindenki nagyon jól tudja. Ja. Azt meg hozzáteszem, hogy nekem eddig az Epic-kel, hogy milyen tapasztalatom volt. Tehát így letöltöttem, itt van, megnyitom, letöltöm, amit akarok, mert akarok rajta, tudok vásárolni olcsóbban, mint a Steam-en, mert jobb áraik vannak, ezt mindenki látja, hogyha rámegy egy játéknak az árára és megnézi. Letöltéssel nem volt problémám, a játék elindításával szintén nem volt problémám, azt úgy nagyjából így ennyibe kiismerült. De ezt mondom, hogy ugyanez nálam is, tehát hogy mindenki így, így rossz, meg úgy rossz, jó, elkezdtem, amire használom, hogy én letöltöm, tehát behúzom az ingyen játékot, az ingyen asszeteket havonta, rányomok valamire, hogy menjen, vagy letöltök valamit persze nyilván, rányomok, hogy menjen, és megy. Tehát ennyi. Talán várjál, az egyetlen játék, aminél csinálta a fesztivált, két játéknál csinálta a fesztivált, az egyik a GTA volt, de ott azért, mert el kellett indítani a háttérbe a Rockstar applikációját, jó, hát az vagy nem, mit tudom én. Nem az Epic hibája, hogy ja. Tehát EA-s játékoknál is úgy van, hogy az EA appnak menni kell, hogyha mondjuk Epic-en veszed meg, a bármilyen ilyes játékot, akkor az applikációt is el kell indítani a háttérbe, tehát ez nem az Epicnek a hibája, hanem azok a játékkiadók megkövetelik, hogy a saját launcherük, mert miért is ne lenne minden játékkiadónak egy saját launchere, mert kell. Persze, rohadt fontos, tehát hogy hogyne, a tehát, igen. Így van, fent van 5 darab játék a számítógépen, az tartozik 8 darab launcher. Hát ez legalább a annyi kell módó. Hozzá. Persze, így van. Tehát hát én szerintem ez egyébként ezt nem lehet felírni az Epicnek a hibáját. Szerintem tehát ez se. Nem az ő saruk, hanem hát mondjuk a Rockstar Launchert azt hagyjuk. Tehát ez fú. Hát az... Én nem akarok róla beszélni, mert az nem ide való a műsorban.
Ja. Úgyhogy... ja, úgyhogy kacok. Ilyen lesz a game. Nyilván mondom, amit lehet, kihozok belőle, de nyilvánvalóan mindenki, tehát aki bárki is most közületek, ha megveszi ezt a játékot, tartsa figyelembe, ezt nagyon szépen kérek tényleg mindenkit, hogy én jelenleg most költözés közben is vagyok, tehát egy másik országba fogok menni, konkrétan jövő héten költözök, jó? Tehát, hogy nekem a jövő hét a költözésről szól, ott elrendezni a papírokat, lepakolni, várni a szállítókat, tehát én amit lehet kihozok belőle, hogy launchkor, tehát amikor indul a játék, hogy zsattár, akkor relatív, amit mondom, legjobbat tudok, a tőlem tehető legjobbat nyilván Azt azt még tegyük hozzá, majd már jó, hogy itt most elég sokan vagyunk, azt mondjuk el, hogy mivel te költözni fogsz, igen. így természetesen arra a hétre, míg már jó költözik, meg még utána amennyi időre szüksége van szerencsétlennek, mert azért az ne legyen már az az első, hogy a gépet kidobjuk az asztalra, meg ilyen apróságok, hogy azért ugye a Steam menetrendek, illetve a videók, tehát azok lehet, hogy egy kicsit elmaradnak. Igen, na mondom, hogy mi van. Köszi, hogy szóltál, ezt jövő héten akartam mondani. Egyébként mielőtt indultam volna előtte pár nappal, mindenképpen lett volna egy ilyen összeruccanás. De akkor most itt vagyunk egy-ketten a chatbe, úgyhogy, illetve nézők is, és nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien itt vagytok. Úgyhogy akkor most elmondanám, tehát én jövő héten, én 5-én hajnalban már utazom. Jó? Az azt jelenti, hogy 5-e az péntek. Tehát az azt jelenti, hogy én csütörtökön fogjuk bepakolni a teherautóba a dolgokat, minden, tehát én csütörtököt nem tudom megígérni nektek, hogy még itt így úgymond mielőtt költözök, bármi legyen, mert csütörtökön nekem már kell pakolnom a gépemet is, meg minden. Nyilvánvalóan addig én csinálok videókat tech demókról, meg amit lehet, illetve nagyon fontos, hogy nyilvánvalóan most ma van 28-a, igen, tehát azért vasárnapi stream lesz, jó? Tehát vasárnapi stream lesz, hogy hétfői stream lesz, azt nem tudom, lehet. De a lényeg az, hogy már úgy van megbeszélve ott, hogy ők tudják, hogy most ez nagyon hülye hangzik, de hogy én ezzel is foglalkozok. Tehát én játékot fejlesztek, embereket tanítok, és livestreamelek is. Tehát nekem oda kell az internet. Normális internet. És ez már, szóval, hogy meg lett említve ott a főnököknek, illetve a góréknak, ők mondták is, hogy oké, legyek ott, és akkor megbeszéljük, hogy hogyan lesz az egész. Tehát valószínűleg lesz normális internetem, olyan internet, mint itt, tehát az azt jelenti, hogy normálisan tudok livestreamelni, ugyanúgy 4K-ba, ugyanúgy itt lehetek veletek, stb. Tehát ez nagyon fontos. Tehát én úgy megyek oda, hogy próbálom elintézni, hogy már ott kb. Minden legyen, és hogy ne nagyon kelljen így kihagynom napokat. Tehát mondom akkor végül is összességében, hogy hogy fog kinézni. A vasárnap, most vasárnap, tehát 31-én 100% hogy vagyok. Sőt, lehet, hogy holnap is vagyok, tehát holnap péntek. Holnap lehet, hogy leszek. Sőt, még szombaton is lehet, hogy leszek. Vagy live-val, vagy bármivel. Vasárnap biztos, hogy lesz vasárnapi dózis. Ez nem marad el. Hétfőn nem tudom még. Majd mi megbeszéljük Rifurba, hogy milyen, miket írunk össze egy témának, vagy hát főleg ő, hogy milyen témákat ír össze a hétfői DevLife podcastbe, jó, amit live-ba ugye szoktunk így nyomni. A keddet azt nem tudom megígérni, se az, hát igen, szóval vagy kedden, vagy szerdán még akkor úgymond relatív utoljára leszek. Csütörtökön nekem már el kell pakolnom mindent, mert csütörtökön már jön az autó, és nem tudom pontosan, hogy mikor jön az autó. Lehet, hogy reggel, vagy délben itt lesz, lehet, hogy délután lesz itt, lehet, hogy este ér ide. Nem tudom. Jó? Tehát Rio inkább a csillagom. kedd, vagy a szerda, még a szerda ilyen délután 4-5 óra környékén. Mário csillagom, én tudom, hogy te olyan ember vagy, aki az utolsó véréig harcol, de ha költözni kell, akkor költözzél, Morel, nem kell bőven egy Igen, ügyet csak én csinálni, azt meg akarom ebből bármi jobb. mondani, hogy én ugye pénteken megyek, és én aznap már oda is érek. Szombaton, vasárnap, tehát vagy szombat, vagy vasárnap meg érkezik a cuccom, az azt jelenti, hogy akkor azokon a napokon én valamikor én már ki is pakolok. Tehát hétfőn, ami 15-e, én már kezdek melóba.
viszont akkor én már úgy próbálom összerakni a cuccokat, hogy legalább hétfőn, de legkésőbb kedden, tehát a 15-e, tehát április 15-i hét, ami a 15-e hétfő, tehát azon a héten már biztos vagyok benne, hogy legrosszabbik esetben videó lesz, de internettől függ, lehet, hogy live is, jó? Tehát amennyire lehet, megpróbálok update-elni az egész eseményt, hogy mi hogyan van. Jó, tehát az a hét az ott egy kicsit ilyen új hely, új munka, új minden, úgyhogy ezzel így, ja, még majd meg kell Meg kell küzdeni. illeszkedni mindenhol, persze. Persze, megbeszélni, hogy akkor mikortól, meddig dolgozok, de akkor az tényleg annyi, mert akkor tudom megírni akkor a schedule-t, tehát az időbeosztásomat, hogy akkor hogyan néz ki mondjuk egy napom, és akkor mikor tudok nektek streamelni, stb. Stb. Jó? Tehát, hogy úgyhogy én már nagyon várom, mert jóval könnyebb lesz nekem ott, leszámítva az internetet, mint most. Több szempontból is. Úgyhogy tényleg várom ezt az egészet, úgyhogy rohadtul, és remélem, hogy tényleg azért annyira azért itt lesztek még ugyanúgy. Én mondom, mindent megteszek azért, hogy minél hamarabb újra itt tudjak lenni. Az 8-a, nem jövő itt pénteken költözöl. Ja, igen, mi? Nem, április 5-én, tehát az 5-e. Patoska Imre, mikor lesz további tutoriál, azzal is haladnom kell, igen, csak látod, hogy ugye csinálom a játékot is, így amennyire lehet, hogy megjelenésig, ugye Steamen, ahogy launchol, hogy a legjobb állapotban legyen, úgymond, amit össze tudok rakni, de mellette csinálok tutoriált is, igen, hogy tényleg, tehát lesz tutoriál, csak látod, hogy el vagyok havazva mellette, ugye dolgozom, és még ugye költözök is, szóval egy kis megértést kérek, nyilvánvalóan látjátok, hogy mi van. Úgyhogy ja. Gergely Norbert, Ausztria, Németország, Ausztria. Igen. Azt hallottam, az angoloknál elég szar a net. Az, igen, egyetlen egy normális internet szolgáltató van. Angliában az annál vagyunk. Mi, annál vagyok én, annál vagyunk mi. Igen. Ez egy. Az összes többi még mindig a telefonkábeles hurkatöltő zsinoron, tyúkkábelen vezetik be a netet. Az összesnél, ennél nem, ennél konkrétan fiber kábel van. Hippi kérdezi, magyar nyelvet miért nem raksz bele? Rakok bele magyar nyelvet, lesz benne magyar felirat is, angol felirat is, mint láthatjátok, illetve láthattad, illetve tervezek még bele további feliratokat is a későbbiekben. Jelenleg a prioritás az, hogy amíg mondjuk olyanok vannak, hogy mondjuk a másik, a csapattársad kinyír egy enemit, és az nálad ugyanúgy ott áll tovább a képernyőn, de az már meghalt. Ilyenkor még nem a magyar felirat a legfontosabb, hanem az, hogy ezeket a bugokat kiküszöböljem és javítsam. Ez nagyon fontos, jó? Szóval magyar felirat lesz benne majd az 1.0-as verzióba, a végleges verzióba, sőt lehet, hogy előbb, de egyelőre ugye a komolyabb bugokat szeretném majd kiszedni belőle, amennyire lehet. Ja. Így van. Úgyhogy ennyi. Meg is beszéltünk mindent. Tech Lips, Szabó. yes, akkor már könnyebb lesz összefutni a Traubi szódára, azaz. Igen. Így van. Szóval igen, tehát még egyszer, hippi, lesz benne magyar felirat, nem most, hanem majd a komolyabb bugok kijavítása után. És nem csak magyar felirat, hanem többfajta felirat lesz benne. Igen. Úgyhogy ja. Igen, és még egyszer elmondom, a játék 25 dollárba fog kerülni. Valószínűleg úgy fogom ellauncsoltatni a játékot, hogy lehet, hogy lesz, hogyha meg tudom oldani, mert most nem tudom, mi van a Steamen. Hippi kérdez, a gépigény nagy lesz? Hippi, itt az a link, ez ide. Várjál. Egy pillanat. Hát igazából várjatok, Steam, tehát megnyitom a Steamet,
Beírom a Steambe azt, hogy a játéknak a címét, ugye? Ez további 6 másodperc, hogyha megnyílik a Steam, igen. Tehát beírom ide a Steambe, hogy The Thing That Happened. Az egyetlen ilyen nevű játékot kiadja, az enyém. És ha lejjebb görgőzöl, ott látni is, hogy mennyibe kerül a játék. A leírás is ott van róla, illetve a gépigény is, de leegyszerűsítem. Itt egy link a játékról. Rákattintasz, illetve rákattintatok, és ezen így ebben a formában meg tudjátok nézni a játékot. Tehát itt meg tudjátok nyitni a linken keresztül, ott van benne minden info, amit csak lehet. Nyilván angolul van leírva, miért van ez? Azért, mert az angolul beszélnek. Tehát most nem Magyarországból induljunk ki, ez nagyon fontos. Hát Magyarországon mondjuk a 10 millió emberből, tehát Magyarországon laknak kb. 10 millióan, a 10 millió, na most csak London, Angliában, Londonban laknak több mint 10 millióan, tehát többen laknak csak Londonban, Angliában, mint egész Magyarországon. Tehát itt a válasz, ez az egyik, a másik, hogy ugye a Magyarországban, ja nem, én nem haragszom, Hippi, dehogy is, az is linkelte be. Én mondjuk félreérthetően tudok beszélni, igen, ezt már sokan mondták. Semmi ilyesmi nincs, az is linkeltem be, hogy ott a link, tehát ott le van írva minden. Tehát azért mondom, hogy egyrészt ugye, tehát Londonban többen élnek, mint egész Magyarországon, másrészt ugye azt ne felejtsük el, hogy azért Magyarországon, tehát hogy azért az emberek az ingyen vagy olcsóbban szeretnek hozzájutni mindenhez, ami egyértelmű, és ez érthető is, mert csak hát ugye mindenki akarja ugye a magyarok közül, hogy legyen benne magyar felirat plusz munka, meg legyen benne nagyobb, mit tudom én, pálya, komolyabb mondjuk enemik, több enemi, jobb minőségű zombi, több dolog legyen benne, csak ez mind pénz és energia, és hát azt meg ugye nem nagyon szeretnek rá költeni az emberek, tehát hogyha ez le van torrentezve, akkor én ebből nem látok pénzt, ami hát ugye nekem az kiesés, ergo nem tudom fejleszteni a játékot. Ez ilyen egyszerű, tehát ez a probléma, úgyhogy ezt remélhetőleg azért is ti mondtátok, hogy 25 dollárért lehet adni. Én hallgattam rátok, ugye itt jó páran írtatok ezzel kapcsolatban, hogy 25 dolcsi. Én úgy gondolom, hogy amúgy szerintem ez 25 dollárt megér, viszont az fontos, hogy megpróbálom megcsinálni azt, hogyha van rá lehetőség Steamen, hogy ne 25 dollár legyen az első, mit tudom én, 3 napba, amikor megjelenik a játék, hanem mondjuk 21 vagy 22 dollár, tehát legyen rajta egy kis discount, ugye, tehát akció, és tehát discounttal indul a játék, 3 nap múlva ugye beáll erre a 25 dolláros ára, és amikor majd az 1.0 verzióban ér a játékom, tehát amikor már nagyobb lesz a város, meg autók lesznek benne, meg magyar felirat, ugye az fontos, akkor fel fog menni az ára valószínűleg olyan, én terveim szerint olyan 30 dollárra, egész egyszerűen azért, mert rengeteg dolgot kell majd még belevennem, meg javítanom rajta, meg tényleg dolgoznom rajta, pluszba azon felül, amikor már mondjuk normálisan fog működni a játék, és ez nyilvánvalóan tőlem időt veszel, plusz pénzt, amit hát valahogyan legalább nullán kell tartanom. Szóval igazából ez ennyi. Igen. Micsoda, Mário, sokan félértik azt, megmagyarázzák. Ha a magyarok értelmesebb része nem lenne csóró, meg nem úgy élne, hogy gondolkodás nélkül megvenni, és támogatód is több lenne. Ja, Istenem, ez egy olyan téma lesz, aminek sose lesz vége, Igen, az a tehát baj, ez hogy ez, valahogy figyelj, ezt így rövidre kéne a lényeg zárni. az, hogy az elsődleges, mint olyan, az hiába vagyok magyar állampolgár, igen, lesz, Várjál, Mário, igen. engedd meg, kérlek. Srácok, tisztázzunk valamit, mindenki pénzből él. Jó, és akkor ennyivel így el is mondtam ezt a dolgot. Tehát ez nem triple játék, hogy 75 euró legyen. Eurót mondok, mert itt euró lesz, nem dollár. Ja, aha. Hanem egy egyemberes kis projekt, ami
amikor Mario kérdezte itt sok embertől, hogy mégis mennyi lenne a reális, egyértetően, még talán szavazás is volt róla, Ja, de nem vagyok igen, volt róla. biztos, akkor egyértetően mindenki azt mondta, hogy a 25 euró az Az jó. simán jó. Tehát, hogy azt mondtátok, hogy az Most simán jó. elhisszük, hogy Magyarországról beszélünk, hogy Magyarországon az átlagfizetés most XY összeg. Srácok, ne ilyen alapon induljunk már ki, jó? Mert akinek nincs 25 eurója, annak nincs számítógépese ezt a játékot futtatni, így ő potenciálisan nem vevőkör. Ennyire egyszerű a történet. De Igen, bele meg... lehet itt menni egyébként piacelemzésekbe, hogy most így a követők, meg úgy a követők. Srácok, a lényeg még mindig ugyanaz lesz, hogy tehát minden pénzbe kerül, a kenyér is, a tej is, a víz is, meg minden is. Igen, meg hát az tényleg, tehát ez nagyon fontos, tehát mondom, skacok, ezt egyedül csinálom. És mondom, emellett most közben én ugye dolgozok, meg költözés van, meg pakolok, hát skacok, tehát ágyam sincs. Tehát ugye, én matracon fekszem az ágyban. Ezen kívül azt bele kell kalkulálni egy ilyen projektnél, hogyha Mário mondjuk nem a számítógép előtt ül, hanem abban az időben is dolgozik, amíg a játékot készíti, akkor többet tudna vele keresni. Tehát több pénzt keresne. De ő leül, megcsinálja a játékot, Igen. és majd utólag vár egy kis. Tehát utólag várja Igen, azt ez a így van. pénzt, amit ő addig beleölt. Tehát Igen. ő kvázi befektetésként csinálja ezt a Így van, ez dolgot, és a konkrétan a skacok, tehát befektetésnek itt ez szeretnénk így van, megtéríteni. ez most nagyon jól mondja egyébként Trifurp, tehát ugye itt az a lényeg, hogy én amikor én ezt a játékot csinálom, én azt rengetegszer volt olyan, hogy én ezt munka helyett csináltam. Ezt is, meg a live játékomat is. Tehát mit jelent ez? Hívtak, hogy Mário, tudsz jönni? És én azt mondtam az óránkénti, mindjárt mondom, és én nem vagyok jó, tehát én nem vagyok jó, hogy mondják, pénz adó tehát hogy én nem keresek jól. Tehát óránként az 5280 forintra én azt mondtam, hogy nem, inkább csinálom a játékot. És így teltek napok. Értitek? Tehát én akkor benn vagyok 10 órát, az 50 ezer. És nem, én itthon voltam 8 órát, és csinálom a játékot nulláért. Értitek a lényeget? Tehát, és ez nem vicc, ez konkrétan így volt hónapokon keresztül. Tehát ugye ezt kell megérteni, hogy én ez, tehát ez ennyi, ez ilyen. Tehát ez így kell felfogni. És ezért is mondom azt, hogy igen, amit lehet, ugye nyilván megteszek, de itt ugye rengeteg olyan, amikor én itthon vagyok és csinálom, ez abból megy el, meg ugye a live-ok is, tehát ez nagyon fontos, hogy ilyen live-okat is úgy csinálom, hogy egy csomószor van olyan, sőt a legtöbbször, hogy én amúgy ott lehet, hogy mennem kéne dolgozni. Vagy ki tudnék menni dolgozni, futárkodni, ugye, amit még szoktam. Tehát, hogy de nem, én itt vagyok. És ez a elbukok, itt tudom én, 15-20, 30, 20 ezer forintban De mondjuk. egyébként biztos vagyok benne, itt a tiszteletcsetnek mondom, hogy aki nem tudja megvenni, szokott itt lenni elég sűrűn relatíve játéksorsolás a csatornán, és akkor majd Mário sorsol ki ebből a játékból is, mint ahogy eddig is sorsolt a játékaiból, és akkor annak is meg lehet, aki esetleg nem tudja ezt a hatalmas összeget kifizetni. Ja, igen, tehát ezt fontos tudni, hogy amellett, hogy ugye itt szoktak ingyen, tehát szoktam játékokat vagy általam, vagy mások felajánlása által kiosztani a chatben játékokat, vagy csatornatagok között ugye játékot, ugye itt szoktak ingyen. Tehát de ilyen egyszerűbb játékokat gondoljatok el, mint mondjuk Assassin's Creed Origins, ilyen full indie játékokat, vagy például ugye nemrég ugye az egyik csatornatag ugye kapta a Days Gone-t, előtte a God of War-t, ilyenek. Tehát, hogy igen, tehát ilyen játékokat, tehát nyilvánvalóan én, mert ugye nekem vannak bizonyos hozzáférésem, meg szoktam kapni ilyeneket, és hát ahelyett megint csak, hogy ugye én ezt eladnám mondjuk, mit tudom én, egy X összegért, én inkább kihoztam csatornatagok között, sőt van, hogy néha a chatben, ahol nem csak csatornatagok vannak, és ők is kapnak. Tehát, hogy igen, szokott ilyen lenni, úgyhogy és ez alól a játékom sem kivétel, tehát ez nagyon fontos, hogy igen, a játékomból, ebből a játékból is majd, mit tudom én, a későbbiekben lesznek mondjuk kódjaim, mert kérek belőle Steam-től, és akkor ide be lesznek lökve, és aki kapja, marja. Tehát ez ilyen. Igen. Hippi kérdezi tőled, majd a végjátszást lehet látni a játékból? Hát
Hippi, ez egy, valójában ez egy multiplayernek készülő, tehát kooperatív multiplayernek készülő ilyen gyakorlatilag végtelenségig játszható játék lesz, úgyhogy ebből így nagyon végigjátszást nem akarok csinálni, mert effektíve nem tudsz belőle végigjátszást csinálni, mert ez nem, ugye nem annak készül, hogy egy single player játéknak, hogy mondjuk az elejétől A-ból, mit tudom én, elmész B-be, és akkor a B-nél végzel, hanem ugye ez nagyon fontos, hogy ez ilyen véget nem érő játékként lesz megcsinálva. Kicsit úgy néz ki, mint a Division. Tehát nagyjából úgy képzeled el, mint a Division-t, hogy nyilván nem masszív multiplayer, tehát nem az, hogy benn vagy egy szerveren, mondjuk egy pályán, ami ez esetben mondjuk Washington, és ott vagytok mondjuk 30-an vagy 40-en. Hippi, köszi szépen a donétet, jaj, nagyon szépen köszönöm, igen. Tehát nem úgy kell elképzelni, hanem jó, ugye nyilván kisebb pályán lesz az egész, ugye nem 30-40-en vagytok be, hanem kooperatívban maximum 4-en tudtok bemenni, és ugyanúgy lesznek ugye, hát mondjuk így hívjuk eventnek, tehát amikor mondjuk van egy küldetés, azt felveszitek, azt megcsináljátok, leadjátok, elmentek a másik emberhez, ott is van egy küldetés, azt is leadjátok, stb. Stb. És akkor, mit tudom én, egy ilyen 10 perc, 20 percek később, ugye lesz még pár különböző küldetés, és akkor megint, ugye úgymond megint lehet majd fölvenni plusz másik küldetéseket ugyanattól a karaktertől, amik hát valamilyen szinten ugye egy gyakorlatilag ugye idő meg pénz hiányában egy idő után önismétlődő küldetések lesznek. Emellett vannak ugye random spawnoló, random helyeken random tárgyak, amik ugye minden egyes indításnál más dolgok jelennek meg, emellett minden egyes indításnál más időben, tehát más napszakban és másik hogy hívják, weather, időjárási körülmények között, időjárási körülmények között játszódik, tehát is kezdődik a játék, tehát hogy igazából nem feltétlen gondolnám, hogy minden indítás például ugyanaz lesz, mert az egyik indításnál mondjuk ködös az idő, a másik indításnál nem ködös, hanem tiszta az ég, harmadiknál esik az eső, a negyediknél szakad az eső, zápor van, a negyediknél mondjuk mit tudom én, hóesés, az ötödiknél hóvihar, és ezek vannak mixelve. Szóval amennyire lehet változatossá próbálom tenni a játékot, ami eleve, ugye ez nagyon fontos, nem úgy indult, hogy én ebből játékot készítek, hanem ez annyi lett volna, hogy megmutassam, hogy amúgy ők a Day Before készítői 5 éven keresztül több mint 100 ember mit csinált, hogy az olyan lett, mikor mondjuk én ugyanúgy multiplayerrel, mint láthatjátok, ugye 2500 kilométerre vagyunk egymástól Rifurbal, hogy multiplayerben egy hasonló játékot hogyan lehet elkészíteni egy embernek. Tehát, hogy itt ez erről szólt, és akkor mondtátok, hogy de most, hogy ez milyen jó lenne, hogyha egy teljes játékként funkcionálna, és akkor így indult az egész. Tehát igen, úgyhogy igazából ez lesz így a game. Ennyi. Ja, Shadow-kat tölti, milyen véget használsz Unreal Engine 5-höz? Warzone, ez, szia Warzone, ciao. Ezt most tőlem kérdezed? Szerintem tőlem kérdezi. Ja, hogy ajánlasz, bocsánat, félreolvastam, bocsánat, milyen végét ajánlok Unreal Engine 5-höz? Ajánljunk pár végiát. Először is mennyi a Köszönöm. gempa? Igen, tehát Tehát itt ez igen, tehát mi? itt azt kell, itt, ami legfontosabb az az, hogy mennyi a budgeted, tehát az a keret, amit erre rászánnál. Illetve van itt egy olyan, hogy Hippi kérdezte, hogy nem mutatsz egy kis betekintést? Hippi, mivel? Mármint, hogy a játékban? Hát most ment másfél órán keresztül. Az egy. Vagy mire gondolsz? A live demomba? Mert az meg fönn van Steam-en, az meg ingyen játszható. Vagy melyikre gondolsz? Mert most ez. Na, Lemaradt ő, ja, Mário, oké, várjál tehát ő egy kicsit, később ő jött. Oké, lemaradt. bocsánat, oké, ezt Nézd vissza tudtam. majd a streamet, mindjárt remélhetőleg Oké. vissza tudod nézni. Igen, Tehát igen, már igen. itt nyomjuk már 2 óra hosszája, és akkor az Hát abból első ugye 1 másfél óra óra 30 perc több, köbö. több, igen, 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 igen. a játék volt maga. Nyilván mondom, ezt úgy nézd, hogy ennek már egy újabb verziója, ami nincs kibildelve, az van nálam ugye Unreal-ban megcsinálva már, tehát az már jobban működik. Sokkal. Minden.
Így van. És illetve ez is fontos, amit még akkor elmondtam, de most is elmondom, tehát ezen verzió, amit te most látni fogsz a videóban, ennél egy régebbi verzió van jelenleg feltöltve Steamre, amivel ők küzdenek, tehát a Steamesek, és ennél egy újabb verzió lesz majd feltöltve annak a verzió helyére, amikor elérhetővé válik a játék, jelenlegi időpont szerint 10-től. Tehát április 10-től. Csak úgy mondom. Német István, ja, csak megint nem kaptam, gondolom, hippi sem értesítést. Pakker. Hát ez ilyen. Ez Nem egy ilyen tudom, de... rögtönző stream volt egyébként, tehát ez nagyon nem volt lezsírozva. Ez Ja. egy rögtönző stream volt, lehet az nem jött értesítés, hogy lehet a YouTube ilyenkor esti órákban leterhelt. Ez megesik sajnos. Ja. Ez van. Ja, úgyhogy... Ja igen, skacok, amennyiben érdekel titeket a játék, ugye akár a demo, ami már elérhető ugye a másik játékomból, a nagy játékomból, amit már ugye több éve fejlesztek, vagy ebből, vagy ez a játék így ezek alapján megmozgatta a fantáziátokat, akkor Steamen, ugye, amit belinkeltem, tehát még egyszer belinkelem, tehát ide rákattintva, ha wishlistelitek a játékot, én abból tudom, hogy mekkora rá az érdeklődés. Tehát én abból tudom azt, hogy hoppá, hát azért mondjuk egy-két embert azért érdekel. Jó, tehát én abból látom azt. Úgyhogy ezt csak gondoltam, így mondom. Clue, igen, tehát közben visszatérve, akkor gyorsba pár videókártya Warzone-nak, hogy melyik az, ami Unreal Engine 5-höz. Hát, sok legyen a memóriája, a GPU memória. Tehát egy... Mennyi a pénz? Ja, Tehát azt még nem tudjuk. ne, Igen, igen, így, igen. tehát így nehéz mondani bármit, mert most mondok neki valamit, akkor az biztos drága lesz. Mondok neki még valamit, akkor lehet az is drága lesz. Egyébként egy 6100 XT AMD oldalról, vagy egy Nvidia oldalról egy használtan megvehető 3080 Ti-nak már nagyon jó ára van, azzal már gyönyörűen lehet dolgozni. AMD oldalról is 6800, 6800 XT, és akkor egy ilyen 150 ezer forintos ársávot így lefettünk, egy kicsit belenyaltunk a 200-ba, ha újabb szériája kell neki, akkor 4070, 4070 Ti, 4070 Ti Super, végig felfele, többit nem gondolom, hogy mondani kéne, mert lehet, hogy nem akar 500 ezer évben. Konkrét határ igazából nincsen, de azért a vesémet se szeretném eladni. Érte olyan véget keresem, hogy normálisan lehet használni az Unreal Engine 5-öt, de nem annyira húzós az ára. Hát Ezt mind akkor... így szeretnénk, de mindig van feljebb. Ja. Igazából egy 4070 Ti 16 GB, Ti Super, bocsánat, 4070 Ti Super 16 GB-a gyönyörűen fut. Igen. Ugyanez egy 7900 XT Radeon. Azt vagy jók lesznek a driverek, vagy Igen, nem. annyit hozzátennék, hogy ha úgy van, akkor igazából 30-60 Ti-on a 12 gigás, ugye? 3060 Ti az 8 Az gigás. 8 Sima gigás. 3060 a 12 Oké, gigás. akkor a sima 30-60-ason is már lehet. Nyilvánvalóan ez fontos tudni, vagy fontos azért ezt hozzátenni, hogy attól függ, hogy mekkora projekt, amit készítesz. Attól függ, hogy mennyi asszetet használsz, attól függ, hogy milyen felbontású. Attól függ, hogy milyen processzor van mellé, meg milyen a Igen, tehát rendszer, én meg azt mondom, hogy ilyenek. egy 30-60-ason, egy 12 GB 30-60-ason szerintem már azért úgy lehet vele gond nélkül csinálgatni a dolgokat. Az annyiból jó egyébként a 30-60-asból 12 GB, mert ugye rengeteg embernek 30-60-ason a Steve chart alapján, és hát ugye, hát ha azon fut, ugye ne állad a játék úgy, ahogy kell, akkor mindenen. Na most ő Unreal Engine 5-höz szeretne, szerintem ő dolgozni szeretne vele már jó, tehát dolgozni másabb, mint futtatni a játékot. Itt már sokat gyára látom, hogy de egy 500, gondolom az RX 570-es kártya elfuttatni a 8 GB-t, vérem, az RX 570-es kártya nem erre való. Ezt már kell felejteni. Az már egy több mint 6-7 éves technika, az már nem. Igen, egyébként ezt írták a játékommal kapcsolatban, ez furcsa, ezt így megemlíteném, hogy TikTokon írt egy csávó, valaki, hogy kérdezte a gépigényt. Tehát ugye nyilván ugye TikTokon ott van a videó, hogy mi a gépigény, de mindegy, le lett írva neki, hogy nagyjából mi a gépigény, illetve milyen hardveren hogyan fut, és hogy hát, hogy ugye az alap hardware, ugye, ami az alap gépigény, ami kell a játéknak, az egy ezelőtt, 6 évvel ezelőtt egy belépő kategóriás egy gép.
Mert hogy írta, hogy milyen NASA gép kell ahhoz, hogy ezt futtassák. Hát egy 6 évvel ezelőtti belépő kategóriás PC, ami nem annyira NASA gép, tehát... Azt tegyük hozzá, hogy tehát Nvidia-nál az utolsó GTX sorozat az 6 éve jelent meg. Azóta csak RTX-et lehet kapni a piacon, 6 éve. Most Igen. egy 2060-as videókártyát meg lehet venni most, nem akarok hazudni mennyiért, de szerintem 80 ezer forint alatt. De az már Tehát NASA srácok, gép amúgy? hát most kinek mi a NASA gép, tehát most Na azért mondom, hogy ez megint elég szerintem... szubjektív, hogy kinek mi a NASA gép, de most itt én ebbe azt akarom kihozni, hogy olyan budget árakról beszélünk, hogyha valakinek ennyi, tehát ennyi összeg nem áll rendelkezésre a számítógépét építsen, azért vegyen konzolt. Amivel rákanyarodnék most még egy dologra, mert sokan írtak, hogy és lesz-e konzolra. Na, skacok, akkor egy nagyon egyszerű válasz. Ha meg lesz az elegendő eladás a játékból, tehát nem torrent által lesz a játékon beszerezve, hanem ténylegesen én ebből látok profitot, tehát nem az, hogy nullára jövök ki, hanem profitom lesz belőle úgy, hogy ténylegesen szignifikáns, akkor lehet, hogy lesz belőle konzolverzió. Mert miért ne lehetne? Tehát És ezt igen. azért mondja már jó, mert ahhoz, hogy konzolra fejleszten valaki, ahhoz kell egy dev kit, Igen. ráadásul kell külön PlayStation dev kit, kell külön Xboxhoz dev Igen. kit, és a dev kitek először is több százezer forintba kerülnek. Igen. Másodjára azért nem egy kört kell lefutni mondjuk a Sony-ba, hogy a store-ba felkerüljen a játék, etc., etc., etc. És ez mind idő és pénz. És Rengeteg idő és rengeteg pénz, az... és kell valaki, aki még ezt át is portolja. Így van. Ezen kívül ha ez nem lenne elég, ha tehát a PC-n nincsen meg, mit tudom én, egy 150-200 emberes vásárlás, akkor ugye érdemes elgondolkozni, hogy a konzol még annyi se lenne. De ahhoz be kell ruházni legalább egy ilyen jó 800 000 forintot, csak így hasra ütöttem. Igen, körülbelül. Ja. És akkor miért? Tehát ez nem így működik, hogy konzolra csettintünk, és akkor átugrik a PC-ről konzolra, mint ahogy na, tehát az nem kell. Tehát a játékokat az PC-n csinálják, és a devkitekkel portolják. Minden játék PC-n készül, igen, még a Sony exkluzívok is PC-n készülnek, csak portolják őket. A portoláshoz kell egy programozó, aki ért hozzá, kell hozzá a devkit, amivel lehet tesztelni, azért devkit, és utána lehet házalni a Sony-nál, vagy a Microsoft-nál, hogy nekem ez van, ezt szeretném, és akkor mi van? Szóval ott És akkor nagyon azt durván mondja, utána kell hogy járni, kell vennem föl valakit, programozót, aki ezt az egészet át tudja portolni. szerintem ebben még belemenni Azért mondom, ezt felesleges, csak úgy elég most legyen. megemlítem, hogy ilyen rengetegen, és lesz, és lesz, ha lesz elegendő eladás. Így van, Tehát ez ez ilyen, ez ennyi. ennyire tökéletes egyébként, ez így tökéletes válaszolt. Mário, miből gondolod, hogy torrenten fent lesz? A Warbyte se került fel, nem minden játékot pakolnak föl. A Hyde játékom az fenn van. Torrenten, illetve árukeresőn is volt. Vagy a Hyde, vagy az Until Last Breath című játékom. Szóval, ja, az vicces. Úgyhogy, igen, tehát, hogy most a Cyberborn az multiplayer, de az még az sem, nem úgy működik, ahogy kéne, szóval az majd lehet, hogy kap majd egy update-et a jövőben, amikor lesz rá időm. A Hyde az felkerült azonnal a torrentre, még aznap konkrétan, illetve, mert küldték is részét el, Mária, tudtad, hogy nem tudtam, köszönöm, szóltál, tehát hogy tök jó volt. Így az első napon, a megjelenés napján felkerült konkrétan. Az Until Last Breath az nem került fel, de az nem tudom, miért nem került fel. Mármint magyar torrent oldalra. Most külföldön lehet, hogy ki fönn van. Sőt, ott biztos, hogy fönn van, mert ott meg valamit láttam ezzel kapcsolatban, hogy töltsed le az Until Last Breath című játékot telefonra, mert hogy ilyen Android készülékkel hozzá, ne töltsétek le rá, mert az nem az a játék. Az nem az a... Az nem az, az valami más lesz, amit letöltöttük, ugye arra ne töltsétek le. Tehát igen. Úgyhogy én kétszer sem mondom, hogy ez is, meg a live code is fenn lesz torrenten. 100%. 100%. Egészségükre igazából nagyon nehéz dolog nincsen, tehát egy adott állományból egy torrent fájlt létrehozni mindenki létre tud, védelem meg nincs, mert miért lenne, mint Igen, nem gondolnám, hogy tehát kéne nem, rá itt amit egyébként. lehet, az annyi, hogy
A megbízható védelem az annyiba kerül, mint amennyit a játék lehet nem termel, úgyhogy ezt Igen, el kell engedni. borzasztó drága. Úgyhogy meglátjuk még. Meglátjuk, hogy hogy lesz. Úgyhogy Ennyi. ja, úgyhogy igazából ennyi is kacok, hogy ez a helyzet most így a játékkal kapcsolatban, meg úgy mindenből, úgyhogy ja. Az a baj, hogy Horizon Forbidden West-en se volt védelem. Egyik Sony egyik PC Sony sportos játékon sincsen sincsen védelem, védelem. semmi Ja. védelem nincs erre, de direkt nem teszik rá. Minek? Tehát azzal, hogy ráteszik a Denuvo-t, mert az az egyetlen, ami nehéz, nem lehetetlen, de Igen, nehéz csak feltörni, igen. és arra direktbe rá kell állni, és úgyis több hétbe kerül. Egyetlen egy Denuvo-s játékot törtek fel, az a Harry Potter szimulátor, a Hogwarts Legacy, mert azt fel akarták törni, csak azért, hogy megmutassák, és nem a játékosoknak szólt ez, hogy azokon segítsék, hanem a Denuvo-nak szólt, hogy igen, mi ezt is meg tudjuk csinálni. Kész. Egyébként a Denuvo-t mái napig is, tehát most felkerült torrent oldalra egyébként az a Dead Space klón, mondjad már Mário, ami tavaly jelent meg, januárban. Igen, tudom. Jó, mindegy, olyan jó játék volt számomra, hogy Nekem tetszett, tudom. A Callisto jó, nagyon protokoll. jó. Igen, felkerült, de csak azért, mert a Denuvo, tehát a kiadó azt mondta a Denuvo-nak, hogy elég lesz, köszönjük szépen, ugyanis a Denuvo-t havonta fizetni kell, hogy Igen, és benne az legyen a havonta az olyan játékban. 500 ezer dollár körül van, nem? Na, havonta nagyon sok pénz, nem tudom mennyibe, de havonta nagyon sok pénz. Egyébként lehet árajánlatot kérni a Denuvo-nak a honlapján, és Mindenki, akkor már sok rohanok sikert is. mindenki. Persze. És akkor mondta a cég, hogy most már ez a játék behozta, amit nekünk kell, most már kivesszük a Denuvo-t, fel is tették, meg kvázi csináltak róla egy torrentet, az jó van. Tehát ez körülbelül így ennyi. Tiomo írta, kitorrentezik manapság, 10 éve már nem. Hát, Tomó, Sokan. nem menjünk ebbe bele, testvérem, mert megmondom neked őszintén, hogy itt most belementünk Sokan. már a magyar bérrendszerbe, hát figyelj, beleolvasol egy játékokkal foglalkozó Facebook csoportba, azt elképedsz, hogy hányan torrenteznek. Az ingyen vagy olcsó ér, az még mindig Magyarországon a legelső ér, leginkább ingyen. De az se baj, ha még nekem fizetnek azért, hogy én játszok a játékkal. Tehát, na, maradjunk annyiba, hogy a tisztelt a kivételnek a userek 85%-a az még mindig az első, hogy az Encore-t fellapozza, hogy ez felkerült, mert megjelent, miért nincs itt? Na, ilyen. Tehát ez a valóság. Én nem ítélek el senkit, a torrentezik, szíve, lelke rajta. Bocsánat, nem vagyunk egyformák. Ha valaki ezt szeretné, ezt csinálja, úgy se lehet az embereket. Tehát nincs bírás az emberek, mindig azt csinálja úgyis, amit akar, főleg az interneten, ez van. Ja, persze. Illetve írja, hogy a top 3 game Minecraft, GTA 5, Tetris, az elsőt nem értem, hogy miért. Mindenkinek elfut a gépén, relatív ingyen vagy olcsóban be lehetett húzni még a Minecraft-ot Ugye annó. a Minecraft az egy olyan interaktív játék, hogy saját világot építesz fel, konkrétan egy egész bolygót. Igen, tehát hogy az azért, illetve még amit írt, hogy köszi Mária, hogy elsiklottál kérdésem felett, most visszamentünk. Ha! És srácok, azt tudjátok, hogy itt Ja, bocs, azért és a kérdésem az ketten volt, hogy hova nézzük. költöző? Ausztria. Ausztriába. Ketten nézzük a csetet, és mikor így elkezdtek írni, mint az állat, akkor így olyanokat ugrik a cset, hogy vissza kell Amúgy, tekerni, és igen. elnézést, ha valakinek a kérdése kimarad, írjátok be még egyszer, és akkor majd jut rá idő. Igen, nálam is ugrál a chat, tehát hogy Ez mindenkinél így de van. ez, Tehát igen. ugye ráadásul azt tudjátok, hogy tehát nem Mário a vak, meg én sem vagyok vak, meg fogyatékos, hanem van alapból 30 másodperc delay a Ja, streamen. igen. Tehát én itt közben nézem a streamet egyébként, és már mi rég tovább mentünk témán, mint ami ott van. Tehát van egy 30 másodperc, úgyhogy 30 másodpercet biztos, hogy szálljatok rá arra, hogy majd válasz érkezik, mert addig nem látjuk egyszerűen. Igen. Skullcomputerst látni, amit... Halli, sziasztok, nem látni, amit írtam. De, vagy nem? Írni. Látjuk. Halli, sziasztok, azt írtad, majd utána írtál megint, hogy Halli... Igen, ja, bocs, igen. Most a Denuvo-t levették a Callisto-ról, 22%-kal jobb lett a game teljesítménye a játék alatt. Nyilvánvalóan ugye a Denuvo az, nem akartam így ebben technika oldalára nagyon belemenni, mert úgyse értené senki, meg úgyse érdekel senkit. Igen, a Denuvo-nak van egy olyan hozadéka, hogy a CPU-t terheli pluszba. Ja. Ez van a Kovács védelemért, Máté, minden. szia, szia. Igen.
illetveltek, Teomó írja, Gergely Norbenek, manapság már nem divat a demo, sajna. Ez igaz, és ez sajnálatos, de nekem, az én játékomhoz van demo, úgyhogy nyugodtan próbált ki. Azt mondjuk tegyük hozzá, hogy az elmúlt játékok, amik megjelentek, egyre többet, Egyre egyre több, többre egyre volt jobban jön demo. vissza a demo. Igen, aminek Így nagyon van. örülök. Tehát ez egy teljesen szokványos dolog, az Igen. kész. Ez komputer, én már háromszor írtam be, hogy szia, szia komputer, háromszor is láttuk, szia, szia. Szia! Na, Igen. édeses. Ausztrián belül melyik városba költözöl? Valamilyen Arnold. Esküszöm, de nem tudom milyen. Majd egy Fogalmas. házszámot, emeletet, meg szobaszámot is mondjon Igen, a igen, igen, légy, igen. mert az De nem nagyon tudom fontos. pontosan, hogy a címet. Komolyan, tényleg nem. Nagyon szépen köszönöm a válaszokat, nagyon szívesen. Én biztos megelőzök mindenki saját játékom release-nél rá egy percre felrakom Enkóra is. Ugye? Meg Hogyan lehet cheatelt csinálni mi a rendszert, egyébként. nem? Ez mi Ugye, van, köcsögök? Lassúak aki voltatok. Steam-et vallja, az úgyis megveszi ott, tehát aki meg Amúgy nem. igen. Tehát itt leginkább a torrentező emberek nagy része az gyerek. Saját kereset nélküli, zseppénzből élő iskolás gyerekről beszélünk, akiknek egyszerűen, hát most ez hülyén fog hangzani, vagy nincs más lehetősége, vagy lenne lehetősége, de inkább így csinálja, vagy csak ki akarja próbálni. Olyan is van, akik ott próbálja ki a játékot, és ha tetszik nekik, akkor megveszi normálisan. Ez ilyen nagyon sok változós dolog igazából. Mert igazából azt akarnak az emberek, hogy ne legyen torrent, akkor az államnak kéne hozni egy törvényt, és akkor nem lenne torrent. Mert nem lehetne torrent Ja. igazából. Tehát nem egy ország van, ahol nincs torrent. Tehát ott vagy kifizeted a Netflixet, vagy nem nézed, ami a Netflixen van. Mert Igen. nincsen torrent, ahonnan le lehetne szedni. Igazából. De amíg az állam csúnya szól, szarik bele, és van torrent, addig van. Ja, Ennyi. ennyi. Ja. Tehát mi azt látjuk az interneten, amit állambácsi megenged, mert a doméneket azt az állam kezeli. Tehát ez körülbelül ennyibe kerül. Tehát ha nincs domain, akkor nem fogod látni. Érdemes elmenni egyébként Oroszország, mondjuk Moszkvába, ott saját, tehát az országnak saját belső internet hálózata van. Ja. Ők megcsinálták ezt maguknak, és ott azt látod, amit az oroszok akarnak, hogy lásson a felső vezetés, az kész. Ott is játszanak játékosok, tehát félreértés ne essék, nem olyan szintű cenzúra van, hogy most izé csak az orosz néptévét tudod nézni az interneten, nem. Csak ott kicsit másképp működik ez a dolog. Annyit megtehetné, hogy nem engeded be online-ba a torrent verziót, erre tuti van megoldás. Figyeljetek, srácok, itt, tehát akinek van egy VPN-es kis programja, az tud majd, tehát kvázi idézőesen online játszani a játék a kóba. Tehát dedikált szerverek nincsenek a játékba, így ezt nem tudjuk eszközölni, hogy ne legyen online. Kóp az van a játékba, ez lokál kóp. Ja. Illetve Gergely Nőben írta, anno a CD Projekt 3, CD Projektnél a Witcher 3-nál volt így, hogy azt mondták, hogy nem zavarja őket ugye a torrent, mert hogy jobban fellendül a vásárlás. Hát igen, én ezt értem, csak a CD Projekt Rednél voltak befektetők, akik rengeteg pénzzel támogatták a de fejlesztőket. a CD Projekt Red ezt már akkor nyilatkozta, amikor már több millió példányszámba elment a Igen, tehát Witcher 3, és már könnyen beszéltek, mikor már Igen, tehát most a csak azok, pénzt ha én el felvették tudok a adni a játékból. játékomból, most mondok egy példát, jó? 25 dollárért árom a játékot, ha el tudok belőle adni, csak mondjuk, nem tudom, 2000 darabot, csak 2000, világszinten, tehát ez nem magyar, világszinten 2000 ember megveszi, akkor utána már annyira nem fog zavarni, hogy mondjuk fel van törve. Értitek? Igen, mondjuk a Witcher 3-nál, tehát mikor már több millió, több milliárd dollár befolyt, érted? Igen. Már kifizették maguknak a jutalékot, ja. Kifizették a legalább 150%-os jutalékot a befektetőknek, utána már engem se zavarni, érted? Utána már, hát most csúnya szóval élve megint szarnék bele, hogy most az utolsó proli is letőti-e, vagy nem. Tehát ja. Utána már nem tudni nem, de azért érdekelni, mondom, mert már nincs mondom, miért érdekelni. Minimum 2000 ember, de inkább 4, és mondom, világszintről beszélünk, tehát azért, tehát hány milliárdan élünk? 8? 9 milliárdan? Hát 9 milliárd emberben, ha csak 4000 ember mondjuk akkor így megvenni a játékomat, de már 2000 embernél azt mondanám, hogy oké, okay,
Jó, letölt, oké. Legyen belőle torrent. Mert akkor pénzemnél vagyok, akkor úgy megérte. Értitek? Tehát akkor az már annyira nem fájna. Na. Úgy számolt, hogy a wishlist 10% lesz a vásárló. Igen, tudom. Ja. Hát nagyjából, vagy még annyi se. Igen. Ezzel mi pontosan tisztában vagyunk. Ja. Ez olyan, mint mikor a játék végigjátszás, vagy mindenki GTA 5 Las Vegas, és játszott végig Mário, aztán vagyunk a cseten 12-en. Igen. Tehát igen, Egy mindenki meg van körülbelül őrülve, hogy olyan. GTA végjátszás. Igen. Ez nagyon... Nem volt erős, nem volt erős. Tehát a proletárság, tehát a proli, az egy szó. Ez egy használható szó, és nem szitok szó. Tehát olvas utána, hogy mit jelent a proletárság, meg a proli. És akkor rájössz, hogy mire appelláltam. Na mindegy, szóval igen, tehát azért mondom, hogy nyilván engem, tehát nem zavar abból a szempontból, hogyha mondjuk, mert most nem tudom akadályozni, nyilván fel fog kerülni torrentre, sőt, 100, tehát 1000%. Tehát, hogy azért nem lenne baj, ha megtérülne. Tehát ha értek, mert itt nem az a lényeg, hogy most én nullán legyek, mert most nullára azért csak ki fogok jönni, de hogy azért ebbe beleraktam, hogy 4 hónapnyi melót, vagy hát mi, szerintem többet egy kicsit. És folyamatosan, tehát hogy minden nap csináltam. Na most, ha azt visszahosszátok, ha most 4 hónap, úgyhogy Angliában a minimálbér 1600 font. Tehát 1500-1600 körül van a minimálbér. Tehát az azt jelenti, hogy ha én, tehát értitek, tehát most 1600 font a minimálbér egy hónapra, most ha én azt 5 hónapot rakok bele, az 8000 font. Na most valószínűleg nem fogok keresni vele 8000 fontot. Tehát, hogy... Tehát Hát nem. ergo nem éri meg ilyen szempontból így csinálni ilyen játékot, így ebben a formában. Én szeretném, hogy megérje, és szeretném azt, hogy legalább ezt a minimálbért visszahozza. Valószínűleg nem fogja. De én szeretek ilyet készíteni. Tehát ez megint egy olyan dolog, hogy ki mit, kinek mi a hobbija. Mennyi időbe került neked összepakolni egy ilyen játékot, hippi? Most Négy és el. fél öt hónap, ja, 4,5 hónap, ja. Hát mikor kezdtük el, ja, köbö, aha, ja. Hát decemberbe kezdted el. Tehát most meg április Nem, lesz. előbb kezdtem el, mint december. Nem, mert a Day Before után kezdted el, az meg decemberben jelent meg. Igen? Igen. Lehetséges. Várjál. Valószínűleg, ja. Igen. Ja, itt idegesített fel, aha. Ja. 4 hónapja. Ja. Hát kicsivel több, mint 4 hónapja. Igen. Gergely Norbert, Mária ott vannak a Warbytosok, beindult a vásárlás, felhozták 9 euróról 20-ra, lőttek is az egésznek, most meg árulják 8-ért, és a kutya sem viszi, 690 dollárt kerestek vele, és kifulladt, 2500 ember, bocsi. Bocsánat. Egyes úr, mert nem gondoltad, hogy Playton, az mi? Playton. Bemutatni a játékot, kezd csinálok, például Budapesten egy nap alatt megfogul 250 ember. Playton. Playitén. Az nem. Play-re Playt. gondolt Aha, szerintem, mert olyan oké, bocs. Play-ton nincs. Igen, hogy 2500 ember fordul meg egy nap alatt Playitén. De nem vagyok Magyarországon. Tehát, hogy már most egyébként nemrég írt nekem az egyik kedves ismerősöm, aki ugye így ebbe benne van, hogy nincs-e kedvem elvinni a játékomat, megmutatni egész konkrétan a ReGameX retro videójáték kiállítás és játszó ház a KMO művelődési központban, hogy ezt nincs a kedvem oda elvinni a játékomat, akár melyiket, akár mind a kettőt, és hogy bemutatni. Hát, de nem vagyok Pesten, tehát hogy illetve Magyarországon. Tehát ugye effektíve ugye ez a probléma, hogy nem tudnám én ezt megoldani. Úgyhogy ez a baj. Ja. Ja. Stefan, de gameplay, a Witcher 3 az olyan, ha kipróbálod, akkor utána meg is veszed, mert birtokolni akarod. Igen. Hát én meg ugye most egy emberes fejlesztőként így kevés vagyok egy Witcher szintű játékhoz, tehát nyilván. Teomó, de ha lesz online része, akkor akik letorrentezik, azok nem fogják tudni teljes mértékben játszani a játékot. De
A lokálkóp. Lokálkópot ugyanúgy tudod. Ja. Ez lokálkóp játék, srácok. Ez Már nem úgy online lokál, van. tehát működik helyi hálózati LAN-ban, illetve Igen. működik interneten keresztül LAN-nak hívják. Hát végülis virtuál LAN-ban Igen. is működik, amint láthatjátok, tehát hogy a refurb az nem nálam van itt, hanem 2500 kilométerre arrébb Magyarországon, és hogy ugyanúgy működik. Tehát, hogy ez valójában ilyen, hát igen, szóval ez a helyi kooperatív, meg ez a virtuális kooperatívban működik. Tehát ez úgy néz ki, hogy az egyikünk az csinál elindítja a játékot, mint ugye create session, és a másik pedig rá tud csatlakozni az ő játékára. Tehát, hogy ez így Így van. működik. Így van. Ja, úgyhogy és tehát ő létrehoz egy szervert, miközben fut a játék, és rá tudsz csatlakozni. Vagy fordítva, te létrehozod a játékot, illetve a szervert, ugye automatán létrehozza mivel network replicated, és rá tudnak csatlakozni. Tehát, hogy igen. Igen. Így van. Skull Computers, Mario, indítsd majd el a live, csak el a live kódot, állítsd a menüt, DLSS kibe, frame generation kibe, majd egy másik streamnél mindenképpen, igen. Igen, mert hogy állítólag volt vele probléma, hogy mindenkinél, most nem mindenkinél, de elég sok embernél, amikor állítgatják a felbontásra, a frame generation-t, vagy ilyesmit, hogy kifagy a játék. Nálam, majd én elindítottam itt, és nyomkodtam, és nem fagyott ki, de Skull Computers-nél is elvileg kifagyott. Szóval nekem, ja, nem tudom, fura. Szerintem ez a kóp része semmi baj nincs, teljesen jó. Szerintem is, meg hát egyre jobb lesz, úgyhogy, ja. Na, viszont skacok, én lépek. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, remélem, hogy tetszett akkor ez a kis játék, ez, amit így bemutattunk. Most mennem kell, mert most kajálok, még aztán folytatom ugye a játékot. Csinálom tovább ezt az egészet, úgyhogy csak jó lesz. Még jobb lesz, amennyire lehet, amit lehet kihozok belőle, aztán majd meglátjuk. Jó? Hippie írja, amúgy szerintem eléggé korrektan összepakoltad a játékot, csak őszintén megvalva a loot rendszer nem annyira tetszik. Azon is alakítva lesz. Tehát, hogy nyilván, tehát ez még nincs kész, tehát ez még nincs kész, és még nincs kint Steam-en se. Tehát ez nem egy olyan verziója a játéknak, ami még kereskedelmi forgalomban van. Tehát nem véletlenül pontosan ezek miatt. Ezen dolgozok, ezen fogok állítgatni. Igen. Értem, amikor beléptem, írtam, hogy olyan, mint a Division, azt gondoltam, only online game lesz. Nem, tehát ebben lehet játszani egyedül is. Tehát nyilván akkor a teljesítmény is azért valamivel jobb, hiszen nem kell pluszba lekezelni még egy karaktert online. Igen. Bocsi, ha megkérem, de a kóba, ha nincs ugyanaz az internet sebesség, úgy járhatnak, mint én, hogy játszok online játékos nálam, meg az ellenség náluk, meg 15 másodperce halott. Hát az internet sebesség függő, én nem tudom. Tehát azért 15 másodperces delay az ott, az már nagyon durva. Tehát, hogy ja, nem tudom. Teomo 1981, köszi a választ, de gondolkodom, hogyan tudnál több lóvét kapni a melódér. Teomo, legyél csatorna tagból a mega támogató csatorna tag. Amellett, hogy a játékomban még a neved is benne lesz, mellette még játékot is kapsz tőlem minden hónapban, amíg ugye az epic vagy a legdurvább csatorna tagságod van itt YouTube-on. És hozzáférsz ugyanúgy a tutoriálokhoz, meg az assetekhez. Hú, igen, asseteket, igen, az meg tegnap kellett volna cserélnem, úgyhogy hamarosan az asset is kész lesz, és hamarosan mindenkinek elérhető lesz az asset is. Igen. Így van. Igen. Jó, hogy szóltál. Vagyis jó, hogy eszembe jutott. Igen. Egy lájkot búcsúzó, ne felejtsetek el. Kösz! Zsír. Azoknak az öme csak azért létén, hogy fotózkodjanak a vloggerekkel. Hát amúgy igen, tehát ez már igen. Elkezd eltorzulni egy kicsit a világ, nem? Tehát már nem azért mennek az emberek. Na mindegy, nem húzom tovább, tényleg mennem kell. További szép estét mindenkinek, skacok, illetve attól függ, hogy ki mikor nézi vissza, és akkor legközelebb találkozunk. Remélem, hamarosan találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!